ayọ̀ máyọ̀ o. Lọ́gbẹ́ tọ́ mi dàgbà. Mo ní ṣó. Morning Show élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, álló Feri! Hát szevasztok! Végre! Újra! Itt! Gondolom keveset dolgoztál a hétvégén, kipihented magad, ezért vagy ilyen vidám. Alig csináltunk valamit. Azt hiszem még mindig a vágónk lakik itt a stúdióban. Már lehet, hogy elköltözött, és lehet, hogy másik ember költözött. Ja, mert ő mondta, hogy nagyon hangosak vagyunk, és ő szíves szerint már elköltözne. Jani ebben a pillanatban átkapogni. Kérdeztem, nem kérdeztem, hogy Gábor, hangosak vagyunk, és mondja, hogy most már igen, csütörtök péntek óta nem aludt nagyon semmit. Illetve hétvégén újra tudott egy kicsit, de ne kopogj most át, mert lehet, hogy már lehet, hogy szobát látott. Igen, és azért bejön valami 130 kilós busman azért elvisz téged vacsorára a családnak. Mutass a Gyulára, mert ő ellenfél. Ő volt az, ő kopogott. Óvatosan kopogjál, igen. Na mi van, túrabajnok? Ó, gyerekek, hát! Na. Gyakorlatilag két napot mentünk a kis csapattal. Az első, aki azt gondolja, hogy Afrikában mindig meleg van, az hülye. Ez voltam én. Hát meg most két napja nincs jó idő. A figyelj, hát a tegnapi viszont 40 fok, tehát a tegnapi igen. Az nem érdekes. De tegnap előtt kitaláltuk, ugye, hogy kimegyünk a Krüger Nemzeti Parkba, mert itt vagyunk, meg kell nézni a vadállatokat. Hát az a világ csodája. Az a világ csodája. Egyrészt az összes német nyugdíjas pampalininak van öltözve. Tehát nem hiszed el. Nagy kalap. Pontosan. Aki kimegy szafarira, az érzi, hogy ő a szavannák királya. Neki rövid nadrágot kell hordani oldalzsebbel, egy olyan bakancsot, ami gyakorlatilag a Kilimandzsáró megmászására alkalmas, de várjál, mondom, mert végig egy autón ülsz. Tehát le nem szállsz, bakancsra nincs szükség. Így kell óriási kalapot fölvenned, pampalini kalapot, nem, ugye nem parafa kalap van, hanem ilyen anyagból van valami, de ez a nagy kalap, és kell keki színű inget hordanod, nagy zsebekkel, és távcső kell legyen rajta. Tehát így néz ki a német nyugdíjas, aki pampalinit játszik. Arról már lehet gondolkodni, hogy az hogy van, hogy ezeknek mindenre van pénze, de ez egy másik történet. Figyelj, nem hiszed el, csak nyugdíjasok, mindenki jippel megy, illetve ezek a bizonyos pick-upok, aminek van két ülése elől a kis térben, ahol ülnek, és utána mindenki legyártja magának ilyen háromsoros ülésekkel, egy magasított szerkezet, van rajta egy tető, és az oldala is vászonból van, mert ha jön az oroszlán, annak ugye több mindegy, hogy vásznat kell széttépni, vagy pedig akármilyen más anyagot. Na, így indultunk el reggel 5-kor, hogy megérkezett ide a szállodához ez a szerkezet, egy ilyen cucc, és mi fölültünk rá, mondták, hogy ezért hűvös van hajnali 5-kor, most nem hűvös van, a jeges északi szél tombolt, befújta. Ezt nem is értem, hogy miért nyitott busszal mentetek, másfél órás Krügerig, tehát csak a parkjegyre értek, az másfél óra. Na igen, mi is arra gondoltunk, hogy odáig elmegyünk valami jó mikrobusszal, aztán átszállunk egy ilyenbe, és nekünk jó lesz. Nekünk nem volt jó, a csávó hozott pakorócokat, 4 fő ült hátul, összegubózva, már gyakorlatilag a Gyula mellé így behúzott. Ez összehozza a munkatársokat, de a lényeg az, hogy elértünk a Krüger Nemzeti Parkba, ahova bementünk, és gyerekek, hát nem hiszitek el, tehát oda menjetek el, tudom, hogy mikor, és hülye kérdés volt, vagy hülye javaslat volt a részemről. Annyira más, mert az állatkertben is látsz mondjuk elefántot, de ott tudod, hogy nem jön ki, mert van egy védelmi rendszer, és amikor 10 méterre tőled így rád néz, majd átrohan az úton, akkor az egyszerűen olyan élmény, hogy így nem tudsz mit kezdeni vele, mert szabadon van, mert látod, hogy ez az ő élőhelye, egy kicsit betolakodó vagy, és látod, hogy ha a kedve úgy tartaná, hogy most ő nem arra akar menni, hanem emelre, ahol te vagy, akkor hello. Például elkezdtünk vitatkozni a sofőrünkkel, Zsült kollégával, ketten voltunk a fotósok, és a fotósnak sose jó. Tehát a fotós mindig 5 centivel arrébb akar állni, miért nem szemből állunk, és megtaláltunk egy kisebb elefántcsordát, hát ez 3 elefántból állt, és mondtuk neki, hogy így álljál meg szembe velünk. Mondtuk, nagyon aranyosak vagytok, csak ha ők elindulnak, akkor erre fognak futni. És nem az akarjuk, nem hogy erre fussanak. És 3 elefánt, meg 3 fehér között. Igen, az de ugyan. Valószínűleg arra fele fog billenni majd a mérleg nyert. Igen, valószínűleg ez fog nyerni. Olyan szerencsések voltunk egyébként azon kívül, hogy rettet hideg volt és esett az eső végig, hogy egy állatot kivéve mindent láttunk. Az oroszlánunk nem volt, de volt például gepárdunk. Ja, nem gepárd, hogy hívják azt a pöttyöset? Hiéna. Az a katica. Nem, a katica bovarunk, az igen. Például az volt. Hiéna.
Nem, hiénánk is volt. Leopárd. Leopárd, azaz. És azt mondta a csávó, hogy a leopárdot azt nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Uh-huh. Na most a leopárdot azt a következő féleképpen látod, megállsz az út mentén, van egy bődületes nagy szikla, pont olyan, mint az oroszlán király, ha valaki látta. Egyébként meg az egész táj is ugyanaz, nekem egyből ez ugrott be. És azt mondja a csávó, hogy ott van. Ekkor a busz, amivel így megállsz, így eldől balra, uh-huh. mert mindenki oda átmegy, és elkezdett skubizni, majd egy negyed óra múlva rájössz, hogy az ágak között az a szörpamacs, ami körülbelül ennyi, ekkora egy centi, azaz. Lefotóztuk egy ilyen, majd megmutatom, hát gyakorlatilag az ág között egy lelógó farok van. Nem mozgott? Szerintem az egy döglött izé. Aha, csak vagy elromlott a csörlő. Vagy lemerült az elem. Ez lehetett benne. Hatalmas a terület, akkor majdnem mint fél Magyarország, maga a Nemzeti Park, hát ennek szerintem egy tizedét tudtuk bejárni, mert mi egy egynapos túrára mentünk, de nagyon-nagyon jó volt. Ennél jobb csak a tegnapi túránk volt, mert akkor is kitaláltuk, uh-huh. hogy megyünk, nehogy már itthon üljünk egy percet is. Miután szétfagytunk, de tényleg szétfagytunk a Krügerben, mondtuk, hogy na most velünk senki nem fog szórakozni, nagy bakancs, hosszú nadrág. Így van. És rendes pulóver és minden. Na most reggel 8... A német nyugdíjasok. Nem, a német nyugdíjasok pampalliniban nyomják, mi pirosban nyomtuk, tehát hogy megtévesszük az állatokat, akik nem tudták értelmezni, hogy ez mi volt. És tegnap elindultunk, tegnap pedig a világ harmadik legnagyobb kanyonjába látogattunk el. Nekem ez azért volt külön élmény, mert én sose voltam még ilyen nagyban. Tehát van, aki volt uh-huh. a csoportban, a Amerikában, a Grand Canyonban, és neki az nyilván egy pedig más. Azért pár kanyonban már te is belekacsoltál. Azok csak azok kisebb kanyonok voltak, és másféle élvezetet okoztak az embernek jót lisztá, az életében. Jó lisztán ilyen kanyon. Így is van, az is kell az embernek. De ez, gyerekek, a képeket fölteszik a Facebookra, hát nézzétek meg, egyszerűen bámulatos és elképzelhetetlen, hogy ülsz a világ tetején, alattad van egy kilométernyi mélység, és kanyarog egy folyó az alján, hát az valami elmondhatatlanul szép. Ezt mind-mind nem fogjuk látni. Igen, ahol mi voltunk, meg amit mi csináltunk, látják a tévében. Igen, de mi például oda még nem jutottunk ki, bár a héten tervezzük, hogy megnézzünk benneteket, de előbbre valóak voltak ezek a programok, mert azt úgy is látjuk a tévében. Gyertek velünk nyugodtan arccal a bőrrák felé. Mert mi viszont igen, kint állunk általában a pusztában, kb. Két órán keresztül a tűzőnapon, és közben az én fejem az gyakorlatilag egy ilyen izévé kezd el, ilyen majolik a cserépé kezd el hasonlítani, egy mázas cserépé, miközben a testem meg halálosan fehér. Tehát, hogy így nagyon jó érzés. Tegnap igen, minden. Ahogy este bejöttél, akkor láttam is rajtad, hogy gyönyörű, de így reggelre mindig elmúlik igen. a pirosság. Fura is volt, amikor mondtad angolul, hogy nem kész takarítást. Köszönöm szépen, menjen ki. Na, a Majré csapatról csak annyit még, hogy reggel, ahogy elindultunk szombaton, ugye van az én két Gyulám, az én két gyönyörű barátom ebben a harcban, amit itt a Krüger Nemzeti Parkkal és Dél-Afrikával folytatunk. Gyula, a műszaki igazgatónk, ahogy fölült az autóra, elkezdte rendezgetni a kis csomagját, elővette a következő dolgokat. Figyeljetek, bármi baj van, van nálam betadin. Az nagyon jó. Azt a Gyula, az nagyon jó. Várjál, megyek, ellen. Figyelj csak, az, meg van nálam ez a ragasztó szalag, amivel a sebet össze tudjuk fogni, ha baj van, az. És azt hiszem mondtad még, és volt nála még, mi volt nála egy dédalom. Nagyon jó. Minek az ilyeneket? Mi az, hogy minek az ilyeneket? Vicce. És ha bajunk lesz, hát ha feltépi meg... a hiéna falka, a hasfalad, akkor azért jó rá egy hanszablaszt. Akkor meg fog majd védeni bennünket. Úgyhogy így indultunk el, ez volt a kis csapatunk, de nagyon-nagyon jó volt tényleg. Úgyhogy tulajdonképpen most már kezdünk hálásak lenni nektek, hogy elvállaltátok ezt a tévéműsort. Egyébként tényleg. Csak miattatok. Tudom, hogy nem akartad egyébként, de figyelsz, kijönnek a Feriék két hétre kirándulgatnak. Persze, csak megcsináljuk nézzék ezt már a meg ezt a kanyont. Úgyhogy nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon jó volt. Hiéna az teljes családban volt, és nagyon vicces, mert már annyira szocializálódtak szerintem ahhoz, hogy ott állandóan jönnek az autók, hogy oda jönnek a kocsihoz. Ami így egy kicsit gondolkozó, hogy kint tartsd be a kocsit. Kajáért jönnek szerintem. Igen. Nem etett senki. Nem? Nem, nem. Nem. Nagyon-nagyon figyelnek. Nincs-e helyi zó csemege? Nincs. Ilyen, hogy hívják. Kiszáll is-e szabad a kocsiból? Zsebra lapocka, meg ilyenek, amiket így haigáltok jobbra-balra. Nincs. Kiszáll is-e szabad a kocsiból, mert nehogy valami probléma történjen, nehogy téged nézzenek élelmiszernek, úgyhogy nagyon jó volt. Az oroszlán támadásra meg láttunk egy olyan zebrát, de tök békésen legelészett, majd milyen mutatom a képet nektek, akinek itt a hátsó részénél egy ilyen oroszlán karomnyom. Hát foglalkozási ártalom. Hát igen, ja, szegények. Úgyhogy jó volt. Jó volt a vad természetben
ez olyan hülyeség, mert hát semmi van, nem volt benne, hiszen te ülsz egy kocsival, van ellátásod, bemész a táborokba. Ja, és nagyon vicces, úgy van megcsinálva, hogy körbe van kerítve az egész nemzeti park, ami hát egy kisebb beruházás lehetett tekintve a méretét, hogy 200 km hosszú és azt hiszem 80 km széles, és vannak bent éjszakai táborhelyek, amik szintén így körbe kerítve vannak, és este 6-kor becsukják a kaput. Na most becsukják a nemzeti park kapuját, és becsukják a tábor kapuját. Hoppá. Is. Tehát ha te a kettő között vagy, akkor se kisebe. És azt mondják, hogy éjszaka nem jó kint maradni. Aha, éjszaka nem szerencsés, állítólag. Nem? Aha. Csőre tehát töltik vagy, a sátganokat. Hát, ha van nálad. Ja, és kérdeztük a mi emberünket, hogy van valami fegyveret, hogy ha mégis jön, és mondta, hogy nem, mert tök fölösleges, úgyse találod el. Aha, de mondom, te érted. Hát, tesó, te értesz hozzá, nem? Tehát, hogy valami csak van veled, de azt mondta, hogy nem lehet, az se lehet nála. Ez kemény. Jó, de tényleg jó az volt. Vagány. Na, akkor láttatok sok mindent. Nagyon. Persze. Jó, majd tényleg. Küldjétek már a fotókat. Jó, hogy majd tudjunk valamit vinni haza. Valamit. Egy képeslapot vettetek nekünk? Valamit? Nem. Azt elfelejtettük. Valami szuvenír rosszat adok volna, mert nem sok mindent fogunk látni. Még abban a két abban sem, amikor pihenő napunk van majd, mert akkor is forgatunk. De mindegy, hát ti mentek, ez a jó. Legalább van, aki elmesélje. Most így alatt is sem mennétek. Képzeld, hát legalább, érted? Legalább mondtok. Így van, mutatjuk a képeket. Van még valami erre a hétre, mert pénteken már indultak. Hát egyszer ki akarunk menni hozzátok, hogy megnézzük, hogy hogy működik a műsor. Szeretettel várunk benneteket. Hát mondjuk a hangodban nem ez volt, de hallod? Szeretettel várunk itt. Úgyhogy ezt meg szeretnénk megnézni, és tegnap pedig felfedeztünk még újabb helyeket, de az a baj, hogy a csapat lelkesedését nem érzem. Tehát én már tegnap délután, hogy visszaértünk, földerítettem még egy-két helyet, mert van egy víziló parkunk itt a közelben, akkor van egy olyan kőrengeteg, ahol vadlovak rohangálnak, és a helyi gasztronómiát ott állítólag föl lehet fedezni. Tegnap mondtam, ugyanezt az arcot láttam, viszont mint ami most van a Zsülön, most már mondjuk rög, de az előbb még tudod, ez a kicsit félig alszom, jó van, hülye gyerek, ne szerepelj, már üljél le, igyál valami kávét. Úgyhogy én bennem van a bugi, most nem nagyon érzem még a csapatban azt, hogy aha, ők mennének valahova is. Vízilópark, ez kicsit unalmas. Miért lenne? Láttál már vízilovat közelről? Rohadtul nem is érdekel. Aha. Ja, mondjuk úgy igaz. Igen. Ahova nem mennék el, az a vízilópark. Mert nem, mintha bárhova lenne időm elmenni. Ez tök unalmas. Miért? Három vízilót, három farkát. Viccelsz, hát a legtöbb emberi életet a vízilótámadások viszik el ebben a kontinensben, vagy ezen a kontinensen. A legveszélyesebb állat. A legjobb dolog oda menni, hozzá integetni neki. Meg nálunk általában úgyis kislabdával szokták etetni, emlékszünk ilyen esetre. Kislabdával és kilós kenyérrel. Igen. Meg a jobbik eset. Gondolkoztam egyébként, hogy a te szemszögedből mesélem el ma reggel a történéseket. Na, az mi lett volna? Figyeljetek, ez az egész egy rakat szar, olyan hideg volt majd, mert figyelj, ott a fák között mozgott valami. Elköltözött a Gábor, ja, más valaki. Ja, ott hátul a fák között volt valami ízé mozgott, hát állít, talán egy elefánt, te figyelj, ilyen dögunalmas ízé. Fönnűsz 12 órán keresztül egy ilyen zöldkörülődőszak. Mondjuk azt deszíttem volna. Mit kaptak volna? Nyitott busszal mínusz 6 fokba szállítani az embereket 300 euróért. Az ne, biztos. Nem, te is szeretnéd. Jó, hát azt nem, azt a részét, a buszos részét nem, de Kína a Krügerben az az nagy világ. Te, és vadász leszel te is, elkezdesz keresni. Uh-huh. Mert egyébként van egy olyan fél óra, vagy van olyan óra is, amikor semmi más nem történik, mint hogy zögykölődsz. Távcsövet vittetek magatokkal? Nem. Nem? Csak mondom, hogy nálam van. Na, köszönjük szépen, de nem. Minek? Mentek valamikor a Krügerbe? Én még kimegyek akkor. Mert benne van a táskámban. Sajnos én nem tudom használni, de nektek biztos jól jött volna. Az biztos. Volt egyébként az emberünknél, meg ugye a fényképezőgépeket lehet úgy is használni, de tényleg így vadászolni. Mentek, és akkor nézem minden bokor, hogy úristen, mi lehet még ott. Mondjuk mi, hogyha állatot látunk nagy ritkán, az tényleg karnyújtási távolságú van, tehát hogy gyakorlatilag a forgatási helyszínek, igen, részben egyébként elgondoltam, de van a forgatási helyszínek mellett azért olyan kolóniák élnek, ilyen majom kolóniák élnek, ott a felföldön nálunk, megmankiék, akik mondjuk kíváncsiak, oda jönnek, iszonyú aranyosik, hihetetlenül cukik, tehát ilyen papa, mama, gyerekek, csupaszi vegyedek, ott állnak szépen az út mellett, ahogy kiszállsz, vagy lehúznod az ablakot, abban a pillanatban szétrebbernek, tehát nem nagyon lehet velük barátkozni, viszont azért itt is vannak olyan kellemes kis árukapcsolások, mint amikor az egyik kollégánk elmondja, hogy ő reggelenként meg szokott fürdeni a patakban, nagyon jó kedve, mert hogy a természet közelség, és egyébként a kristálytiszta víz, stb. És utána pedig jön valaki, az egyik gyártásvezető csaj, és mondja, hogy képzeljétek, mit látunk, na mit láttatok, úszni egy zöld mambát a folyóban. Ahol ő egyébként reggelenként szokott. Júj!
mosakodni. Tehát azért képzeld már, amikor benn vagy a folyocskába, mosakodsz itt is, ott is, jó van, a lágy részek is, oké, okay, megvan minden, ja Istenem, a természet, de csodálatos, és szembeúszik veled egy zöld mamba. Jézus. És azért ott mondjuk így elég nehéz, mondjuk így pozíciót váltani így hirtelenjében. Szóval itt nálunk ilyesmi van. Hova? Le kell bukni a mamba alá, és foggal föltépni a hasát. Aha, igen, csak lehet, hogy a mamba is ebben a pillanatban azt gondolja, hogy úristen, mi alatt a vízben lebukok a víz. De mióta úszik a kígyó? Az hogy van, hogy ez bemegy a vízbe? Nem fél ez a víztől? Ez a sikló bemegy, de a kígyó is szeret úszni? Igen, igen, és állítólag meglehetősen jól is tud. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtam. Ezt nem csak a siklók úsznak, ezek a vízisiklók. Azért az nem szerencsés. Uh-huh. Belefutsz egy ilyen zöld mambába. Igen. Az is harap. Az nagyon. Az is nagyot, igen. Berta nevű kolléganőnk osztotta meg velünk egy este ezt az információt, hogy előszeretettel. Előszeretettel haladnak ott. Köszönjük, Berta. Igen. Igen. Berta, akit Juditnak hívnak. De... Igen? Persze. De szerintem a hallgatók szempontjában igazából túl sok jelentősége nincsen. Igen. Na mindegy. Gyerekek, itt mit tudunk majd elindítani? Mert megjött a jó idő, itt már most szakad rólam a víz. Aha. De valamit be kell majd pöccinteni. Légkondicionálat. Két napja olyan meleg van, ilyen 20 fokos hőmérséklet ingadozások vannak, az valami döbbenet. Tehát egyszer csak ugye elindul a hideg, beszakad az hőmérséklet, lesz 13 fok, aztán két napig annyi, aztán megjön a 36. Én nem tudom ezt, hogy bírják. Szombaton 10-ben indultunk, igen, hajnali 5-kor, tegnap 40 fok volt. Olyan ingadozások, hogy itt valaki, aki kicsit érzékeny erre, az konkrétan nincs túl jó bőrben. Igen, hát tegnap meg már 40 fok, meg ma is annyit mondanak. Aztán hét közepén újra hűvösebb lesz. Na mindegy, jól van. Írjatok, hogy mi van otthon, jó? Bár látjuk a híreket természetesen. Tudtam egy kis teniszt nézni a hétvégén, nem fogadtunk sajnos Gyoko Federerre. Igen. Játszottak. Fogadjunk utólag. Tessék? Fogadjunk utólag. Megnyertem volna, az a baj. Ja, kár. Gyoko elvérzett. Roger Bacsiband behúzta Shanghai-t. Az bárkit is. Shanghai nagyon izgat. Shanghai nagyon. És a magyar egy-egy gyerekek. Hát gyerek. Hát, micsoda eredmény született, fotball. Idegenben gólt rúgni idegenben a románoknak. Igen, szép gól volt. Nem baj, miénk a pont, én ezt jó, így fordítom, hagyjad már ezt az övék is. Ja, tényleg. Ilyen rossz jó, vagy, gratulálunk Jani. A dátai csapatnak. Ugye? Így is van. Az szép gól volt. Na, mit szép szó? Szóval volt, föl. Hogy nem kaptunk többet, állítólag nagyon sok helyzetük volt, tehát ahhoz képest ez az egy-egy, ez nagyon jó. De az a Dzsuzsák gól, az gyerek. Igen, végre megvillantott abból valamit, amiért annak idején az Anzsiba igazolták. Ő még ott van? Nem, dehogy is nem. Nem. Szerintem a Dinamo Moszkva van még mindig. Most már nem nagyon figyelem az eseményeket vele kapcsolatban, mert általában más, milyen sikerélmény orientált vagyok. Ja. De az gyerekek, az egy nagy gól volt. Szóval az szép volt. Az szép volt. Most milyen selejtező, amit játszunk? Nagy selejtező. Nagyon selejteznek benne. Hova? Azt nem tudom. Én csak hova az tűztünk? Meg mi van az, hogy majd most? Tehát most mire mondjuk, hogy majd most? Hát majd most, ha még sok csapatot megverünk, akkor előrébb lépünk a ranglistán, vagy valami hasonló. A ranglista elejére. Hát fogalmam nincs. Nem, ezt már két nap is megkérdezted, pont annyira érdekel. Nem, azóta nem olvassák? Nem olvassák semmit? Nem. De elkek, ez olyan ciki, nem tudjuk, hova jár. Mire játszik? Én ezért nem is hoztam például be a témát. Nem baj az. Én vállalom, hogy nem tudom. Szerintem EB. Uh-huh. Szerintem BB. BB? Szerintem Beck van még. Szerintem meg hogy hívják, Vásárváros a kupája. Igen, valaki majd megírja. Jól van, tessék jelentkezni játékra, jó, ha valaki szeretné játszani. A múlt heti gyönyörű győzelmünk után. Mennyi lett a 3-4-4-4-1, vagy 3-2? Az vagy az egyik, vagy a másik, nem tudom. Minden esetre győztünk, igen, ugye? Igen, győztünk. Jól van. EB. EB? Na. Uh-huh. Hát rukkoljunk, hogy majd most. Persze. Jaj, hajrá. Lehet jelentkezni játékra, jó? Ha valaki szeretne játszani, akkor írjon nekünk SMS-t, és azt nézem, hogy van-e valami fontos közlekedés, de csak annyi, hogy köd van mindenhol. Milyen idő van Pesten? Ott is meleg van. Jó idő van. Nagyon jó idő volt hétvégén, én is beszéltem az otthon maradottakkal, és ilyen nagyobb kirándulós, 20 fokos, jó volt. Jó van. Na, akkor jönnek a hírek, méghozzá a legfrissebb hírek. Kíván Ákos? Ákostól meghallgatjuk, hogy mi a helyzet az utakon, mi a helyzet a városokban, mi volt a választásom, mindent megtudunk, és aztán jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak friss közlekedési híreink. Lurdinál nem működnek a lámpák, baleset miatt. Kis Sittes küldte nekünk. Csornán, Soproni úton, Fehérszádból mérnek.
Ezt Pisti üzente, aztán Albert írsa 4-es út, köd van és 14 fok, kis tuning küldte nekünk Egér úton, köd van, üzeni Szala, és Balassagyarmati Széchenyi környékén 50 méteres a látó távolság. Szép napot kíván mindenkinek, Lupó papa. Kis Norbi kamion Európa bajnok lett a hétvégén. Bizony, gratulálunk. Na, az nagyon, gratula. Az nagyon szép eredmény. Tényleg. Nem nagyon követem a kamionsportot, de most ezt is megtudtuk. Ez egy szép eredmény. Na, azt mondja, hogy a múlt hetet hoztuk, ugye? Igen. 3-2-re vagy 4-1-re, nem tudjuk pontosan, de a lényeg, hogy nyertünk. És ma is van egy játékosunk, akivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, uraim! Hello! Ádám, azt nézem, hogy Ádám! Hello, Ádám! Mi újság? Honnan hívsz minket? Szolnok környékéről, most konkrétan Törőszentmiklósnál. Szolnok környékéről. Aha, és mit csinálsz? Egy húsipari cégnél dolgozom, adok-veszek. Húsipari cég. Húskereskedő? Igen, mondhatjuk konkrétan így is. Aha. Na jól van, kivel szeretné játszani? Ferivel szeretnék játszani. Remek választás. Mit ad a helyet? Nagyon helyes. Nagyon jó. Jól van. Van stopperünk, Jani? Hogyne volna. Igen? Ne viccelj. Meg is vagy? Meg is vagyok. Mondjad, mit mondtál? Mehet is a stopper, hát ha jobb leszek időben. Hát ha jobb leszel időben. Na figyelj akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Kérdezzél, Ádám. Szia, Feri. Ha jól tudom, neked van egy alfád. Jól tudom, neked is az van. Nekem is az van, kérlek szépen, és ugyanez a típusról van szó. És olyan kérdésem lenne, hogy a tiéd az milyen színű is pontosan? Sötét színű, a tiéd piros. Sötét színű, az enyém szürke, de neked ez a sötét színű, ez hogy van beírva a forgalmitba egyébként konkrétan, mint... Grafit szürke, így. Grafit szürke. Akkor a fotók csalnak, amik az interneten rólad keringenek. Láttál róla a fotót? Annál egy picit sötétebb az autód. Láttál róla a fotót? Láttam róla a fotót. Meg is vagyunk! Ott van, nem tudom, ezt mondtam. Így van. Köszike. Hát, pedig nagyon odafigyeltél. Istenem, szép volt erre, a feketére akartál rámenni, én éreztem. Úgyhogy hazudnom kellett ehhez ki. Igen. De ügyesen játszottál, akkor a lendülettel nyomtad, Ádám, hogy ott a végén aztán beleszaladtál egy nem. Vérzik a szívem két ok miatt, mert alfás vagy, és mert a húsiparban dolgozol. Mind a kettő a szívem csücske. Ádám, szeretlek, ne haragudj, bocsáss meg. Semmi gond. Köszönöm a játék lehetőséget. Hát mi köszönjük, sajnos nem tudunk ajándékcsomagot adni. Köszi, Ádám. Majd legközelebb. Köszi. Ciao. Szia. Hello. Na, csövi. Gyerekek, jó van. Beütöttük az első szöget. Ennyi. Megyünk. Nem, most már nincs könyörület. Nem fékezünk senki kedvéért. Mennyi idő ment el? Hát 40 másodperc. Nagy csata volt. Meg jó játszott. Jó játszott, nagyon. Ügyes volt. Igen. Ott sajnos bedurantott egy nemet, és ezzel ki is mondta. Jól van, na, még egy közlekedés. Mester utca Könyves Kálmán sarkán egy teherautó felborult. Tűzoltók a helyszínen. Gubi Fater üzente ezt nekünk. Ott is elég nagy dugóra lehet ezt számítani. A 71-es úton gyérforgalmú a dolog, és jól lehet haladni. Aztán Budapestről tartanak Balatonra, és egy pici köd van, de egyébként minden a lehető legnagyobb rendben. Jó. Kis Norbit pedig természetesen megemlítettük. Oké, meghallgatjuk újra a híreket, jó? Ha valaki szeretné tudni, hogy hol, milyen idő van, mi van a közlekedéssel, mi van az országban, azt figyeljen. Ákos jön, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikán!
7 óra múlt pontosan, 9 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk Dél-Afrikában jelen pillanatban, mi még sokáig, Ferinek nem sokára véget ér a számüzetés. Igen. Vagy hát tulajdonképpen nem is annyira számüzetés, ez inkább azért egyfajta nyaralás, és ahogy halljuk az élményeket. Nagyon jó. Mi még hosszú-hosszú heteken keresztül itt vagyunk a kis dél-afrikai számüzetésünkben. De látjuk, hogy mi történik Magyarországon. Köszönjük a közlekedési híreket, és természetesen csupa olyan dologgal foglalkozunk, ami ott történik. Például rengetegen nem hallották a nemet a Fekete Férigen nem játékban. Pedig tényleg mondta, nem, de ilyen téren mi nem csalunk. De ha akarjátok, akkor fél nyolc után bemutatjuk. Sok SMS jött, hogy szerintem nem mondta ki, óvás, nem mondott nemet a játékos, hol volt nem a mai játékban, Kata is kérdezi. Egy elég nagy nem volt, de mivel én most látom ezeket az SMS-eket, Annának szólok akkor, hogy vágja ki és megmutatjuk. Jó? Uh-huh. Így a tiszta. Ha csak egy olyan illetve SMS vágja is be. Illetve pontosabban igen. Vagy valami. Igen, valamit csináljon. De ha csak egy olyan SMS is jön, hogy valaki nem hallotta, akkor mi ezt megmutatjuk természetesen. Tehát, hogy nehogy valaki úgy menjen el dolgozni, vagy kezdje a napot, hogy azt gondolja, hogy itt ül ez a három ember és csalt. Nem? És már így kezdik. Nem, igen, mert messze vannak. Úgy kezdik, ahogy befejezték a múlt étel. Igen, nem venném jó néven. Gyerekek, ezek még mindig nagyon pocsék kávét csinálnak, szóval, hogy tényleg komolyan mondom, hogy miért nem tanítja meg őket valaki. Olyan kedvesek, olyan aranyosak, annyi mindent jól csinálni, de egy kávét nem tudnak főzni. Én már tudom, mit kell mondani. Double espresso, please. Espresso, please. Egyébként azt tényleg, a főzött kávéjuk az itt is nagyon jó. Amit itt reggel kínálnak, ez valami filteres vacak. Aha, hát ez nem finom. Az nem igazi. És minden reggel ráfutok. Én próbálom őket meggyőzni, hogy valami normális, ilyen karamelszínű, ilyen vizes valamit beletöltenek a csészébe, és rátöltesz hideg tejet, a tej még egészen jó, valahogy muszáj fölébrednem, de minden reggel megfogadom, hogy nem iszom többet. Aztán másnap lecsoszogok, és megint iszom. Tudtok jobbat? Double espresso. Double espresso? Espresso. Double espresso, please. Please. Thank you. Igen, így kell. Így kell. Jó, akkor megpróbálom azt, mert ezzel nem és jutok. És hogyha úgy mondod, hogy espresso, ahogy én szoktam, akkor gyorsan is hozzá. Akkor nagyon sietnek? Így van, hisz két dolgot is egyszerre belesülitek egy szobba. Na jó, mindegy, tényleg szörnyű, amit csinálnak. Azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon. Jó, Andor a szállító küldi nekünk, hogy az M7-es Fehérvári Gödös, de jól járható. Aztán a Lajos Mizsei vonalon 9 percet késik a vonat a Pesszent Imrénél reggel óta, ezt Ari küldte nekünk. Csoltvad kert és Kiskörös között mérnek a yardok, Donati. Üzente az M25-ösön a londoni ringen torlódás lassítja a forgalmat. Ezt Gumikacsa küldte nekünk. Mester utca Könyves Kálmán sarkán egy teherautó felborult, tűzoltók a helyszínen, hatalmas a dugó. Balassagyarmat és Széchenyi környékén köd, 50 méteres látótávolság, Lurdinál nem működnek a lámpák, mert hogy van egy hatalmas baleset, és Csornán, Soproni úton Fehér Szeátból mérnek, ezt Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát ez egy állandó dolog, ez a Csornai Fehér Szeát, ugye hát ez mindig ott van. Lajos Mizsei vonalon 9 perc késés, az nem sok, nem? Annak örüljünk. Szerintem ez jó sok hírnek írta a hallgató. Igen. Csak 9. Ez nem tűnik soknak, igen. Azt mondja, hogy egy kis időjárás előrejelzés, Bali, itthon is, de ahogy látom, ott is nagy feneköd van. Így Atya, úristen. Meddig tart Magyarországon ez a szemtele 25 fok, amit ott most átérez a magyar lakosság? Tudtok valamit? Én nem néztem. Azt mondja, hogy aha. A hét közepéig, ahogy látom, vagy inkább a hét második feléig lesz ez a jó idő. Olyannyira, hogy kedden 25-27 fok lehet a csúcshőmérséklet, és csütörtöktől kezd egy kicsit majd csökkenni, akkor 19-20. Pont az kimaradunk. Az is nagyon jó. Igen. Ez egész október úgy. Mi szombaton érünk haza, ugye a csapat első fele, az még ilyen jó, 19-es? 20? Az még 19-20-at írnak, igen, és éjszaka viszont már ilyen 8-10 fok. Viszont esni nem nagyon fog. Nem. Jól ellesztek. Jó lesz a sok meleg után, a sok végre egy kis hűvös. Mi is jövünk majd november végén. Persze. Ködbe a mocsokba, az öt fokba, az esőbe. Jó, a november vége az túlzás, a november második fele inkább így mondom. Az úgy azért jobban hangzik. Nem? Én azt szerintem az beláthatatlan így október 10, nem tudom, anyadika van ma 13. Október 13-án az beláthatatlan, amikor azt mondod, hogy november 15-én érek haza. Főleg, hogy így a világon nem lehet itt semmit csinálni este. Tehát amikor az ember kicsit kikapcsolódna, tegnap úgy volt, hogy elmegyünk
egy étteremben, hogy ne itt tegyünk a szállodába, mert nagyon jó szállodába enni, de tehát konkrétan csak kiraknak egy tányért, és tudom csukott szembe, hogy milyen sorrendbe kerül a kaják, mert hogy minden este ugyanaz a céklasaláta, a krumplisaláta. Illetve hát számomra kirakják az alapokat, tudod, amikre aztán építkezek egy picit, és akkor a végén összejön valami. Aminek már nincsen neve, de minden van benne nagyjából, amit kedvelek külön-külön. Rántott sajt volt már? Azt néha fönt a kina táborba csinálok egyszer-egyszer, de itt nem. Megbeszéltük, hogy na jó, tegnap előbb van vége az adásnak, elmegyünk. Egy olasz étteremben nagyon dőzsölve eszünk egy pizzát, egy darabit fejenként. Fölvesszük a rendelést, mindenki leírja, tudod, a vágyámok, én kérek rá, mert ugye előre le kell adni a rendelést, én kérek rá ilyet, én kérek rá olyat, mind a stáb lediktálta, hogy mit szeretne enni, menjünk. Vége az adásnak, mondom, na akkor indulunk, ugye, és sehova nem megy, meg 9 órakor bezárt az étterem. Ennyi. Ugye, ezek mindenki, 9 órakor meghal a város. Konkrétan meghal a város, tegnap 10 órakor szeretünk volna inni a szemben lévő bárba egy italt, és úgy néztek ránk, hogy így nem értették, hogy mi mit akarunk. Este 10. Hát hogy nem merünk itt este 10 órakor átmenni és inni egy italt, érted? Nem semmi tudom. Nincs nyitva az a bár. Így szem, az be van zárva. Jó, így lesz szép, mert egyébként a pláza, aminek a tetején a bár van, a hétvégén az üzletek 5-kor bezárnak délután, és az összes étterem is bent a plázában. Hát, ha még 5 lenne, de vasárnap például 3-kor. Igen. Jó. Szóval pedig egy 200 000-es nagyvárosról beszélünk egyébként. Egy olyan nagyvárosról, ahol azért elég sokan laknak, sokan élnek, nem tudsz mit csinálni. Csináljanak családi programot, ne plázázzanak. Csináljanak gyereket. Egyébként azt nyomják is. Nagyon a sűrűjében nem tudsz bemenni, igen. Tehát azért te csak úgy elindulsz, az nem biztos, hogy onnan kijössz, tehát az vannak azért itt Nelsprit-nak olyan része, jó, nem jó. De hogy amikor úgy tudod, már érzed a szádban az ízét, az is azt mondod, hogy na majd most. Egy pizza és utána egy koktél. És most kirúgunk a hámból. Bár reggel rádiózunk, de olyat bulizunk. Fú, de jó, csak felejtsd el semmi. 9 órakor az étteremben azt mondják, hogy bon appetito, 9:30, megeszed, takarod, bezárunk. Körülbelül. Lettetek. Tessék, visszajöttünk ide. Hallottad, milyen nyomorultak voltunk, elindultunk és visszajöttünk. És lát, fél óra van, megint itt ültünk, és ettem a céklasalátával. Én meg a sajtos tésztával. A hideg rász tőle. Na mindegy, jó, nem siránkozás, csak érdekes, hogy itt valahogy nem mozdulnak ki, illetve hétvégén azt mondják, hogy lemennek a tengerpartra, vagy az óceánpartra, és félig meddig kiürül a város, mert ugye innen 2 óra egyébként mozambiki határ, és ott már ugye az Indiai óceán van, ahova mi szintén nem fogunk eljutni, János, de hogy állítok, hétvégén kiürül a város, és ezért sem nincsenek itt. A hétköznap mindenki dolgozik, hétvégén meg kiürül a város. Meg este egyébként se célszerű kijönni otthonról. Nem, úgyhogy... és nem célszerű egyébként mutogatni, integetni, beszólogatni, röhögni. Na, hát ki csinálta ugye... mindezt? Kitalálom. Balázs? Én nem mutogattam. Nem. Előztünk egy autót. Igen. Előztünk egy autót, és nem én voltam a sofőr, mert ugye nekem itt nincs autóm. Záróvonalon próbáltuk az autót megelőzni. És ülök én a balegyen, ugye teljesen kis hétköznapi módon, és szerintem ez picit necces lesz, ez záróvonal, és a Pali, aki előttünk megy egy furgonnal, nagyon érdekes a kép, hogy a fehérek vezetnek, a feketék utaznak a furgonon. Tehát ez egész olyan, mint a 60-as évek valahol tényleg lent délen, Amerikában. Nem, félreértett, hiszen ők a sofőrök most már, és a feketék az utasok. Igen, de még kicsit érdekes a látvány minden esetben. A Pali elhúzza ugye jobbra a kormányt, mert ugye mi a baloldali sávban megyünk. Baloldali sávban megyünk. És nem engedte, hogy megelőzzük. És visszalassítunk semmi, és én csináltam egy olyat, de csak úgy röhögtem, mert a két fekete még utazott a platon, és elkezdtem neki integetni. Sziasztok, tudod el? De helyesek voltak visszaintegetek. És azt láttuk, hogy a csávó, aki bent ül baloldalon, a furgonnak a hátsó ablakán átláttunk, az így lenyúl valamiért. Eltűnik a bal kezé, és közben jobb kézzel így próbálja a kormány megfogni. Megfogott, és egy ilyen pisztolyszerű tárgya, csak ő így kiemelt innen lentről, így, és betette az ölébe, hogyha bármilyen affér lesz, azért ő erre fel legyen készülve. Jézusom. És tudod, hogy hárman utazunk. Ti is jól láttátok? Te is azt láttad, amit én? Igen. Te is azt láttad? Hát, szerintem is az volt. Ugye, mert ő berágott azon, hogy mi megpróbáljuk megelőzni, illetve hát ott ilyen mindenkinél van fegyver. Uh-huh. És fogta, valószínűleg nem volt, hogy lent tartotta valahol egyébként a két ülés között, vagy a kéziféknél. Ez a fölvetés, hogy fölemelte, ugye mi az a furgon hátsó ablakán láttuk, hogy ő ott megfogja a pisztolyt, és fölemel és berakja az ölébe. Ezután az előzés még ment, próbáltátok, vagy mondtátok, hogy hagyd menjen? Nem, ezt a szituációt mi átbeszéltük, hogy szerinted is pisztoly volt? Igen, szerinted is igen? Uh-huh. Jó, nem baj. Na jó, van, akkor így alakul. Az ott voltál? Igen, nem, de az igazság, hogy te hol voltál, akkor mindig együtt megyünk mindenhova. Ja, tudom, te kimaradtál akkor aludni a dzsungelben, és mi jöttünk vissza, mert én mondtam, hogy nem maradok kint, mert egy picit hideg van.
gondolkoztunk, és megelőztük végül, de nem lőttek ki az ablakot. Azt mondja, úgy hordják itt a pisztolyt, mint tényleg nálunk hát ott. Igazság szerint hozzátartozik még a sztorihoz az, hogy így már korábban jelezték nekünk, hogy például ugye mi a terepen belül egy ilyen kis terautókkal közlekedünk össze, és mindegyiken van egy kis cetli, hogy 20 km/h korlátozás, de annál többel nem mehetsz. Ez néha nagyon-nagyon-nagyon körülményesé teszi az egészet, iszonyú idegesítővé, és sokszor bepipulunk meg, hát sokszor van olyan, hogy Balázs egy kicsit előrehajl, és akkor jelzi a fiatal embernek ott elől a sofőr ülésben, hogy kicsit, hogy go. Egy kicsit létszik, csak egy kicsit menjünk gyorsabban. Hogy ombre, egy picit tolni kéne neki a gázt. És jelezték nekünk, hogy ne csináljuk ilyet, és akkor mondjuk, hogy de hát miért, hát oda kell érni, csak azért, mert a farmerek látok lőnek. A gyorsan mész. A gyorsan igen. Mész a földúton, az ő területeken mész. Hát ezek avokádó földek, amíg leérsz az erdőbe. Nem örülnek neki, ha beporosodik. Nem örülnek, ha beporosodik. Ha nagyon gyorsan mész, és nem tartod be 20 km-es sebességet, és egy hét után értettük meg, hogy a sofőrjei miért vezetnek úgy, hogy nem mernek többen menni, aztán, hogy akkor kilövik a buszt. Kilövik a buszt. És a törvény nem minket véd ebben az esetben, hanem az avokádó. Hiszen hát az ő privát területük, örüljünk neki, hogy átengednek. És nem értettük, hogy miért mennek miért mennek 20, de úgy kell elképzelni. Nagyon fegyelmezetlen. Olyan utat, olyan földúton, ahol egy fél órát zögykölődsz 20-szal. De fölfele elváltja a kettest, és vissza egyesben, mert akar állni a busz, de akkor is csak 20, csúszunk hátra, szinte gurulunk, és nem megy többel, nem ad egy gázfröccsöt, hogy fölérjünk. Zögykölődsz egy földúton. De ezért. Mondjuk érthető. Gondoljátok meg. Igen, szerintem én velük vagyok. Ezután a magyar stáb nagy többsége, akinek van autója, gyártási részleg, stb. Ők visszalasítottak szinte. Igen, hogy nem. 20 km per órára, mert hogy kilőnek a farmerek. Mi baja lesz az avokádónak, ha poros lesz? Ezt nem tudjuk, de hát ezeket a szabályokat ők hozták, hát most csináljunk. Mégiscsak ő van itthon, értettem. De kemény. Úgyhogy azóta én se szólok előre a buddymnak, hogy hey buddy, picit, lehetőleg légy szíves, a 40 perces utat tegyük már meg 38 perc alatt, és menjünk már egy kicsit gyorsabban. Na jó van, hát ennyit Afrikáról. Viszont történt valami a Feri egy reptéren, és én szeretném megfejteni, hogy ez hogy történik, mert engem ez mindig annyira érdekel, hogy a fenébe vesznek észre bizonyos dolgokat. Ugyanis kiszúrtak egy pasit, aki egyébként ugye Magyarországra jött, Hollandiából érkezett, és ő nigériai volt. Ő nigériai csempész volt, és kiderült, hogy 100 darab kapszula volt az ő testében, amivel kicsivel több mint 1 kg kokaint akart átcsempészni. És ugye, ha valaki közlekedett már Ferihegyen, ott látja, hogy mi történik, fogod a bőröndödet, ha nem vagy túl ideges, ha nem csinálsz semmi rosszat, akkor egyszerűen csak a zöld folyosót választod, és átmész a zöld folyosón. Ugye? Ez történik. Meg állod, nem állítanak. Marcona ember. Hát kicsit, így rád néz, de mehetsz rád tovább. Néz, de soha nem állítottak még meg tovább, és a családtagot senkit nem állítanak meg soha. Na most a palit mégis kiszúrták, és kiderült, hogy egészen furán viselkedett. 1 kiló kokainnal a szervezetedben valószínűleg te is furán viselkedsz. Igen. Egyrészt időre kell odaérned, mert ha ezek elkezdenek oldódni, akkor annak csúnya vége lesz. Először csak leselkedsz egy picit. Igen, először viszonylag jól érzed magad, aztán még jobban, de aztán... Igen. De hogy a fenébe szúrják ki ezeket? Ugye nyilván tudják a járatokat, és vannak kiemelt járatok. Tehát gondolom, hogy a hollandi átszállás van, vagy nem tudom, vannak bizonyos országok, ahonnan, ha jönnek járatok, akkor azt lehet, hogy egy kicsit intenzívebben figyelik. De hogy honnan a fenéből veszik észre azt, hogy jön egy ember, akinek 100 darab kapszula van a testében, ha mondjuk nem jelet kapnak. Azon kívül, hogy idegesen viselkedik. Kiszúrja a kutya. Nem vett észre a kutya. Nem vett észre a kutya. Nem tudja. Azt vették észre, hogy a pali egy kicsit idegesebben viselkedik. De tudod, mi van, amikor megjön egy holland gép? Ott van 30-50-200 ember leszáll, mindenki várja a bőröngyét. Jön, megy, majd gyorsan átmész a zöld folyosón. Ott már nézik őket, vajon ahol a bőröndöt várják az emberek? Tehát mondjuk kameráról ott már pásztázza őket valaki, vagy csak az egyetlen egy pont van, a zöld folyosó, ahol találkozik a mit tudom én, az, akinek figyelnie kell. Vagy lehet, hogy már a stewardess leadja a drótot, hogy most jöttünk meg az Amsterdami géppel. És végigállta az utat. Igen, és nagyon szorította a farpofáját, nem kicsúszol. Rettenetesen izzadt volt. Na most ilyenkor, ha például nem találnak semmit, mert hogy benne se találtak semmit, mert ő ugye ezeket ilyen a kinder tojásnak megfelelő, ami belül van, olyan kis zacsikban rakta bele, tehát körülbelül akkora méretű volt, ez most az, nem értem, hogy nyeli le. Hát szerintem sehogy szólt, nem az le. Másik oldalról ment. Nem, hát úgy nem tudsz. Dehogy nem. Na jó, de hát... Hát úgy nem fér el annyi. Hát bele kell raknod, mint tudom, 100 ilyen kis dobozkát.
Hát az alulról azért az nagy, nagy kuffer hát kell. Száz izét nem tudsz lenyelni. Száz. Na ez az. Na tehát talán rengeteget találtak benne. Rengeteget, tehát mondjuk 100 vagy 101 kapszulát találtak benne. Tehát nagyon sok kérdés. 10-15, hogy már nem élveznéd. Igen, egyrészt, hogy a fenébe nyeri le? Kettő, hogyha nem találnak semmit, akkor valószínűleg tovább küldik? Akkor elküldik egy tükrözésre, elküldik egy CT-re. Hogy van ez? Hát vagy röntgen. Nem, azt kimutatja. Nem, ja, nem vagy igen, igen, vagy elküldik egy CT-re. Vagy pedig, na akkor most leülsz ide, és addig nem, addig nem jön az első kör. De vagy ha te már szállítod, akkor nem pont a kulcs fontosságú momentumban vagy a legnyugodtabb? Hogy lehet valaki ennyire amatőr, nem? Hát azt mondják, hogy ezeket a jeleket nem tudod, tehát hogy ahhoz nagyon-nagyon profinak kell lenni, és nagyon sokat kell gyakorolni, hogy a testbeszédet meg hogy az arra. Igen, igen. Aha. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy te most rettenetes nyugodt vagy, és semmi feltűnő nincs, és tessék, már abban a pillanatban. Már megfejtettem, mondom, hogy csinálom. Én vagyok a csempész. Aha. Én megkérlek... Hány kapszula van benne? Van bennem 80 kis kinder tojás. Megkérlek téged, hogy... Rajtad látszik a hasadon. Nem 80, már 30. Ezért jössz te velem. Ezért vagy te ott. Ezért nem a Janival megyek, mert rajtunk azonnal látszik. Mondom, mi történik. Te lenyeled ezeket a kis kapszulánkat. Aha. Én vagyok a te elterelő embered. Te mész elől? Én vagyok az, aki idegesen viselkedik. Aha. Elkezdek nagyon izzadni, elkezdek nagyon idegesen viselkedni, kvázi feldobom magam, de úgy, hogy bennem nincs semmi. Én bemegyek előre, engem szétszednek, kipakoltatnak, és semmit nem találnak. És addig te kicsit izzadva, izzad a kevésbé idegesen, szépen kisétál 101 darab kapszulába. Miért nem így csinálják? Miért nem párban de dolgoznak? De akkor felezni kell a lóvét. Ja, hogy akkor többet kell. Akkor mit tudom én, a futár kapja a 70%-át, aki csak elterel, az kap mondjuk 30%-át. Aha. Nem, ez nem egy jó ötlet? Hát, van a nagyon rossz. Feltűnően idegesen viselkedő, és van az, aki egy kicsit nyugodtabb. A nyugodtabban van a cucc. Hát párban kéne, aha, hogy dolgozzanak. Nem rossz, ez jó ötlet. És akkor már elkezdesz, de az, hogy te, hogy leszállnál a gépről, már a csomagvárásnál elkezdenél ott szerepelni, hogy itt vagyok, haló, vizsgáljanak meg, igen, én vagyok. Jó, menjen tovább, ne csinálj viszont már. A nagyot hozzák hozzák az óriást, hozzák az óriást. Ez szerintem akkor működne, hogyha lenne egy statisztikai elvárás tőlük, hogy naponta ennyit és ennyit szúrjanak ki. Mert szerintem olyan nincsen, hogy akkor az ideges, meg a kevésbé ideges közül az idegesebbet választják ki. Mennyi ideges ember áll ebben a sorban? Legyen mondjuk a legidegesebb, az utána következő ideges, a kevésbé idegeseket meg ma hagyjuk a fenébe. De lehet, hogy ő volt a csali? Nem lehet, hogy ő volt az, aki idegesen viselkedett a balek, ahogy egyébként csinálják ezt Dél-Amerikában is a magyarokkal? És valaki meg bevisz, hogy valahol közben pedig azt mondták ennek, hogy itt van 500 dollár, simán. Hozzálát 100-at, és közben pedig megérkezett a nagy szállítmány. És átment a 200-as ember. Nem, mit tudom én, bőrönden. Hát azokat sem nagyon nézik, nem? Vagy nyilván átfuttatják egy ilyen átvilágításon, de valaki a testében... Hát az én zabon például simán átjött. Simán átment. A Gáspréd is átjött egyébként. Mint a villám. Az egy picit másnak. Így van, de más felét elfújtam. Szóval, hogy ez is igen, hol kezdik őket figyelni? Leszállunk a repülőtéren, minket figyelnek már ott, hogy ülünk ilyen nyomorultul, és várjuk a csomagot? Ott szerintem már megy a figyelés? Már ott, igen, kamerával. A kamerával ott már figyelnek, hogy ott mindenki feszeng, hát ideges vagy. Jó, mondjuk nyilván egy, nem tudom, egy Thessaloniki járatot, ahol mindenki papucsba jön kisgatyába, azt nem. Vagy egy Sármeselyki járatot, nem hiszem, hogy ott jönnének. De hogy nem, szerintem az is pont ugyanúgy gyanús. Hát pont a papucsos turista, és ha te lehette magát ilyen kapszulákkal, pont ez a lényeg benne, hogy ő próbálja elterelni, a hatóság meg próbálja az elterelést nem figyelembe venni, és kiszúrni azt, akiben van anyag. Eleve nem Hollandiából jönnék, már gyanús. Jó, de Hollandiából hogy viszed ki a szert? Hát akkor elrepülök valahova, és úgy jövök, én csak egy müncheni járat, vagy egy frankfurti járat, kevésbé gyanús. Nem, aha, gondolom, itt is vannak prioritások a NAV-nál, vagy a rendőrségnél, hogy melyik jár, melyik a kiemelt járat, és azokat jobban figyelik. De lehet, hogy ő azt is tudja, hogy te honnan indultál. Tehát lehet, hogy te Münchenen keresztül. De látja, hogy honnan indultál. De látta, hogy Hollandiából szálltál föl, akkor már gyanús. Valószínűleg ő nem csak a csempészés miatt ideges, hanem azért is, mert ha nem ér ide oda időben, akkor a gyomorsav elkezdi ezeket szétszedni. Tehát gondolom adott időintervallumod van arra, hogy te megérkezzél, bevegyél némi kis nem tudom mit. A sajtót. Igen, és hát, utána ezeket szépen... Talán már az se kell ott szerintem. De valahogy ezeknek ugye ki kell jönni, tehát meg kell magadat hajtani, mert ha a gyomorsav ezeket elkezdi szétszedni, akkor egy ideig jó a buli, de utána már nem jó a buli. Figyeljetek, szerintem erre biztos, hogy treníroznak. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy valaki lenyel 100 darab kapszulát, de csak úgy, hogy életében előtte soha nem csinálta ezt. Aha. Hát az egyébként még hosszra is iszonyú mennyiség, tehát hogy így effektíve, ha még nem lenne benne semmi, és lenyelsz 50 darab kapszulát, hát azért basszus.
hány centiméteres egy olyan tojás? Nem, az nem lehet, ez biztos, hogy nem ekkora tojás. Engem az is érdekel, hogy engem figyelnek-e, ha én leszállok egy vízerrel, és rohadt ideges vagyok, mert nem jön a csomag. Érted? Aha. Vagy csak a nagy járatokat figyelik, vagy azokat, amik menetrendszerinti járatok. Mert akkor például elrepülnék valamilyen ilyen charter járatszerűségre, és úgy jönnék be, mert szerintem azokat például kevésbé figyelik. Tehát, hogy jön egy járat, mit tudom én, nem tudom, jön a Bizernek egy, mit tudom én, egy antáliai járata, aha, akkor azt szerintem nem annyira figyelik, mint egy Eindhoveni menetrendszerinti. Érted? Tehát, hogy biztos, hogy én legalábbis így csempészném. A lenyelése nagy bajban lennék. Azt nem tudnám lenyelni. Kisebb csomagokat csinálnék. Kisebbet, de sokat. Azért teszik bele ezekbe a műanyagokba valószínűleg, hogy ne oldódjon ki. Nem? Egyértelműen. Ugye? Egyértelmű. Mennyi időd van, amíg nem kezdi szétszedni a gyomorsav? Hát legutoljára, amikor csempésztem. Nem csináltatok még ilyet? Igen. 6 óra volt. A Párkányi hídon sétáltam át viszonylag hamar. És ha például hosszú úton jössz, akkor hol kezded el lenyelni ezeket? Még otthon a szállod, vagy már kimész, becsekkolsz? Tehát már kétszer van a lebukás lehetőség, amikor becsekkoltál. Valószínűleg akkor is benned van, meg amikor kicsekkolsz. Hát biztos nem a repülőtéri WC-ben, mert ott azért feltűnően. Majd, az Isten, jaj, mi ez a kegyet, úristen, 87, aromatik, 89. Szóval rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy érdekes dolog, hogy egy teljesen titokzatos világ, hogy hogy csinálják, nem? Hát úgy kell csinálni egyébként, hogy a repülőtéren, hogy ne szúrjanak ki, szerintem a legjobb védekezés a támadás, oda kell menni a kutyás őrökhöz, akik azért vannak ott, hogy a kutya kiszagolja, és persze meg kell velük kezdeni egy kis kontaktus felvételt, hajdújúdú, miszter, stb. Szép az idő. Érted? Nem gondolják rólad, hogy olyan hülye vagy, hogy hozzájuk mész oda, ezért kell oda menni hozzájuk. Na, most szerintem pont ez a gyanús. Tehát azt mondta, hogy hello, itt vagyok, a zöld folyosó. Hello. Megérkezel hello, Magyarországra. Megérkezel, senki nem akar leállni beszélgetni egy kutyás izével, egy nyomozóval. Egy kiló kokainnal, ráadásul a gyomrodban. Igen, ki akarsz menni? Tehát haza akarsz menni? Erről beszélek. Ki a franc gondolja ezt, hogy te ennyire hülye vagy? Hát pont azért gyanús, hogy nyilván. De nem, van ebben valami, hogy menj oda, köszönj oda, viselkedj természetesen. Tehát ez nem rossz. Igen, és tudod azonnal kizene. Jó, jöjjön velük. Felveszel egy ilyen szódási, meg vastagságú szemüveget, egy ilyen bobosoposat, vagy nem tudom, hogy hívják most ezeket, kis izé, pantalló, nejlonszatyor, szandál zoknival, érted? Oda, és látják rajta, hogy retard vagy. Na, a hírek után felhívjuk Schuller Attilánkat, Vám és Jövedéki szóvőt, ugyanis a reptéren történtekért ők felelnek, nem is a reptéri biztonsági szolgálat, hanem ők is a rendőrség, és megkérdezzük, hogy figyelnek-e minket a tranzitban. Ki ül a kamera mögött? Mitől vagyunk gyanúsak? Ha kicsit késett a gép, és nem kapom meg a csomagomat, és ideges vagyok, kiszednek-e a zöld határon, mert azt gondolják, hogy lenyeltem 26 darab kis tojást. Hogy vették észre ezt az embert? Mi van, ha a bőröngyében nem találnak semmit, tovább vihetik CT-re például azonnal? Ha gyanús, vagy mondhatják, hogy uram, nem találtunk semmit, el kell, hogy engedjük. Mert ennek az embernek se találtak semmit a bőröngyében, és viszont tovább vitték további vizsgálatokra, és ott bukott le egyébként. De ezek a vizsgálatok már ott vannak a repülőtéren, tehát nem kell elvinni kórházba, hogy ilyesmi, szerintem ott meg tudják nézni. Ott megtükröznek azonnal? Na de várjál is, ha én csak ideges vagyok, akkor engem is megtükröz. Nem, igen, megtükröz. Úgyhogy ártatlan vagyok. A bónusz tükrözés, ezt így hívják. Na most mi a helyzet? Hallod? Koppant. És tudod, mi a fontos kérdés? Hány ember tükröznek meg úgy, hogy nem találnak semmit? Mindig csak azt, hogy megtükrözték, és pont találtak. Csak a vicc kedvéért. Mi van, ha a fél vizert mindig megtükrözik? És sose hozzák le, hogy nem találtunk olyan semmit. Olyan unalmas ez a mai nap, Dezső. Tükrözzük már meg három embert, érted? Mindig sikersztorik vannak. Megtükröztük, találtunk. CT-re vittük, találtunk. Érted? Hát ki tudja, nem? Lehet, hogy a fél magyar lakosság túl van egy tükrözésen, és nem csináltak semmit. Na, ennek próbálunk majd utána járni, úgyhogy felhívjuk a mi Attilánkat, hogy meséljen erről a titokzatos világról, hogy zajlik ez a reptéren, hogy figyelnek minket, mi történik, és hogy veszik észre azokat, akik rosszban sántikálnak. 8:08, 2 perccel, jövünk Attilával a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. Időben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 7:39, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy 101 kapszulában több mint 1 kiló kokaint akart a testében Magyarországra hozni egy férfi. Ő egyébként egy nigériai csempész volt, akit Ferihegyen fogott el a NAV, és hát kézipodgyászában, a ruhájában nem találtak semmit, feszülten viselkedett, elvitték egy kórházi vizsgálatra, és kiderült, hogy apró kicsi kis kapszulák formájában ott van a testében, amik nem is annyira aprók, bár hát 100 kapszula, azért ha 1 kiló, azért szét tudod osztani.
Na de mégiscsak azért ezek állítólag ilyen, ami a Kindernek a belsében van, ahhoz hasonlító kis műanyag kapszulát. Százat legyen. Ne, nekem még egy komolyabb aspirinnál is bajom van néha, úgyhogy gondold el, gondold el. Illetve ír egy hallgató, ugye, hogy mi van, késik a gép, és ott ülsz a tranzit. Akkor hello. Így van. Bemondják, hogy hát sajnos három órás késés van. És megszülsz közben. Igen, szóval a dolog érdekes, arról beszélgettünk, hogy hol figyelnek bennünket, már a csomagfelvételnél figyelnek-e, mi alapján szúrják ki, mert hogy komoly teljesítmény egy ilyen palit észrevenni, nyilván ott százan kiáramlanak a zöld folyosón, de mégis ez az egész hogy megy, és hogy szúrják ki, ki az, aki gyanús, ki az, aki nem, illetve hogy mi hogy csinálnánk. Amatőr módon, de mi nagyon ketten mennénk. Egy, aki feltűnő MB-n a direkt, kettő a nagyon nyugodt, ő menne át a zöld határon. Itt van velünk Schuller Attila, Vám és Övedéki szóvivő. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hát te már ilyen korán fent vagy és nyilatkozol nekünk, hát ez nagyon szép. Most mondhatnám, hogy csak miattatok, de ez nem lenne igaz, mert minden nap korán járok dolgozni igazából. Á, kicsit pedig vártuk. Igen, kicsit azt jól esett volna, hogy a hétfőn 9-ig szoktam aludni, srácok, de miattatok el kell. Igen, most már mindegy. Na mindegy. Na, hogy szúrtátok ki ezt az embert, hogy hogy vettétek észre? Amiket elmondhatok, az mind nagyon jó volt, hallgattam az adást, tehát nagyon ideges volt ez az utas. Készültetek, mondhatjuk, igen. Tehát nagyon ideges volt ez az utas, hiszen most gondoljatok be, hogyha valakinek a gyomrában ott van a halálos adagnak az ezerszerese, és tényleg, amit a hallgató is írt, hogy késik a gép, és ő tudja azt, hogy csekkolás előtt neked le kellett nyelni ezeket a kapszulákat, és ez vagy megindul a természetes útján kiürül a szervezetéből, vagy ne adj Isten, kiukad egy ilyen kapszula. Akkor ő azonnal meghal, hiszen a halálos adagnak a többszöröse jut azonnal a szervezetébe, és menthetetlenné válik. Egyébként tényleg hatalmasak ezek a kapszulák, hogyha megnézzétek a Nemzeti Adó és Vámirat a Facebook oldalon, tettünk föl képeket, tehát tényleg ez másfél centi vastag és 4 centi hosszú egy ilyen kapszula, és ebből volt 101 az utasnak a gyomrába. És hát amiket mondtatok, hogyha valaki nagyon ideges, vagy ha valaki túlzottan nyugodt, ezek mind-mind gyanúsak, tehát ha izzadnak, akkor mondok egy másik példát, hogyha valaki, Balázs azt említette, hogyha valaki Hollandiából jön, akkor az eleve gyanús. És Feri-nek abban igaza volt. Természetesen, ahonnan korábban már foglaltunk le kábítószert, vagy nyelőt kaptak el a kollégák, azokat tüzetesebben megnézzük. És van olyan kábítószerkereső kutyánk a repülőtéren, amely sétál az utasok között, és passzív jelzést ad. Tehát, ha jöttök haza Dél-Afrikából, és egyszer csak leül mellettetek egy kutya, akkor az azt jelzi, hogy ti kapcsolatba kerültetek kábítószerrel. Jaj, ne is mondd, ott Johannesburgba jártunk egyébként így, hogy Janival vártuk a csomagot, erre megjelent a kutya, elkezdett körözni, és 2 méterre tőlünk leült egy ember mellett. És mondom, Jani, add, hogy nem mellettek, hogy soha nem jövünk, emlékszel? Soha nem jövünk, és a kutya leült. De ragyos kutya, megsimogatom. Mondom, Jani, ne, és a kutya 3 méterre tőlünk leült valaki mellé, konkrétan ez megtörtént. Őket nem lehet átvenni? Tehát például mondjuk a Feri egy reggeli után kolbászagú kézzel megy el becsekkolni. Ez állítólag nem, ezek nem érdekel. És nem, hogy leül mellé, hanem körbeüli az összes kutya. Igen, nézd meg rá, mint egy szaglás, hogy egy kolbásszal nem tudod átverni. Na de a kolbász miatt jön, érted? Hát szegény. Most a kutyákat nem éhesek ezek a kutyák, tehát jól tartjuk a kutyáinkat, tehát nem éhesen mennek oda szolgálatba. És akkor ha mondjuk ti ennél az embernél nem találtatok semmit, akkor elmondjátok neki, hogy oké, okay, közben látom már a fotóitokat egyébként a Facebook oldalon, hát ezek nem kicsi kapszulák, komolyan, ember legyen a talpán, aki egy ilyen bebábozódott lárvabéretű, ilyen nem tudom mit le tud nyelni, hogy utána akkor viszitek tovább CT-re? Tehát azonnal tovább vihetitek? Ez pontosan így történt, tehát tovább vihetjük, amennyiben gyanú van arra, hogy esetleg a testében elrejtett valamit, akkor CT-vizsgálatra visszük, és a CT-vizsgálaton derült ki, hogy neki idegen testek vannak a gyomrába, és a kórházba megvárták a pénzügyőrök, amíg ez természetes úton távozik a szervezetéből. Mondjuk az se egy jó meló. Ma kivár, Tibikém, ma te vagy a soros. Ücsök mellé. Ma ti várakoztok. És ilyenkor nem gondoltok arra, hogy jött egy balek, akit elküldtek, és csak úgy, ahogy Dél-Amerikában csinálják, ő volt a csali, őt bedobták, de valahol valaki nyugodtan egyébként közben mellette mondjuk 25 kilóval lehet, hogy kisétált. Ez nem lehet? Most a csomagokat is átszaglásszák a kutyák, tehát nem tudnak olyan könnyen kisétálni a reptérre 25 kiló kábítószerrel, de egyébként ez sem kis mennyiség, mert ez az több mint 1 kiló, ennek a fekete piac értéke 18 millió forint, tehát itt nem 2 forintos tételről beszélünk. Aha. Igen, olvasom, ez ilyen 18-20 millió forintos kis tételecske. Aha. Olyan volt már valakinek a praxisában közületek, vagy akár világviszonylatban tudsz olyat, hogy egyszer csak oda lépett egy utas, és azt mondta, hogy bocsánat,
XY vagyok, késik 3 órát a gépem, és van bennem 100 darab kapszula, meg fogok halni. Miért? Ez szerintem tök nem? Reális. Reális. Én nem hallottam, viszont olyanról hallottam, hogy meghalt az egyik repülőtéren egy kábítószernyelő, azért, mert kidurrant egy ilyen kapszula a gyomrába. Uh-huh. Aha. Ti hol figyeltek minket? Tehát ha jövök és mondjuk nagyon idegesen viselkedem, mert 3 órát késett a gép, és általában a Ferihegyen azért valamikor lassú a csomag és nagyon mérges vagyok, ti már bent figyeltek minket kamerám? Tehát amikor várjuk mi ártatlan utasok a csomagot, ti már ott láttok bennünket? Amikor várjátok a csomagot, akkor ott a vámosok már ott vannak. Tehát ott az 5 folyosótól nem messzének ezek a csomagok, tehát már ott figyelhetnek benneteket, illetve előtte megkapjuk az utaslistát is, tehát tudjuk azt, hogy kik érkeznek. De Balázs, ti nem lettek idegesek, hiszen van Nastesz labdátok, amit ha 3 órát késik a gépet, akkor Ez igaz. Csak szeretném mondani, hogy egy kairói járat érkezik majd szombaton. De rohadt én van. Egy kairói járat érkezik szombaton Ferihegyre. Abban ő Rákóczi Ferenc. Nagyon sok lopott bantubabával, zebrával. Gyanúsan feszengő hatalmas testalkatú férfiakkal. De a Gyula hozza a szernyek. Ő belé fér most a legtöbb. Mindenféle masszáj falubor elrabolt műkincsekkel. Szeretném, ha őt a kairói járattal, ami Budapestre érkezik szombat délelőtt egy finom átvizsgálásra beutalni hozzátok. De mekkora szemét vagy, de tényleg. Meg a lopott holmit, az el nem vámolt cuccokat, és mindent, ami Feri táskában van, mert hogy 2 kiló szatyrokkal érkezik minden nap vásárolva, és hát nem hiszem, hogy bejelenteni ezt a zöld folyosón. Nálam ez 10 kiló szárított hús lesz, de az nem vámolódó. Csak ajánlanék egy kairói járatot egyébként. Tehát akkor ez egy tuti fogás lesz a kollégáknak szombaton. Hát ez nagyon szép, figyelj! Ha jó fejek vagytok, kicsit megdolgozzátok. Na most, ha ne adj Isten, Ferit tényleg megvizsgálják, akkor én ebből nem fogok jó kijön az életbe soha. Az biztos nem. Is. Pont ez a csali, mert most fölültetek a lóra, mert én felhívtam direkt a Ferire a figyelmet, tehát összejátszom Ferivel. Ti most nem fogjátok megvizsgálni, mert azt hiszitek, hogy. És közben Feri finoman átsétál a lopott szajréval szombaton az öltfolyoson, ha csak nem viselkedik idegesen. Hát vagy engem elkapnak, és a Viki viszi a itt vásárolt ruháit. Igen. Érdekes, tudjátok, hogy ha Európai nem kívülről jöttök haza, akkor 430 euró értékben hozhattok vámmentesen árukat, hogyha a fölött van, akkor a piros folyosón kell jönnek. Nagy a baj! Aha, ebben tök igazad van, csak hogy ez így ilyen európai számítás itt, azért a 430 euróért sokkal, de sokkal több dolgot lehet vásárolni. Felhívom még egyszer a figyelmedet egy kairói járatra, ami szombaton száll le Ferihegyre. Te rohadék vagy! Mi lenne nálam? Mi lenne? Most az a tigrisbőr, amit beszereztem? Hát Láttam már a szobádat, igen. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Jó munkát kívánunk. Érdekes világ ez egyébként. Még egy kérdés, csak eszembe jutott, hogy ezek az emberek egyébként miért nem csinálják azt, hogy nem Hollandián keresztül jönnek? Tehát, hogy miért nem csekkolnak át egy sima müncheni járatra, repülnek el Hollandiából München, és jönnek úgy Budapestre, ha Budapest a célország. Tehát már eleve feltűnő. Hát nem igen, így csinálnám. De mi megkapjuk München, azt is, hogy honnan indult az utas. Tehát azt is látjuk, hogy hol volt átszállás. Aha, tehát nincs. Tehát ez sem jó. Francba. Hmm. Na jó. Jó, ti dolgozatok majd a szombati kairói járaton, ami lesz el Feri. Húzzá már! Attila, köszönjük szépen! Szombaton akkor emiatt. Áttöröm! Figyelj, ha jó fejek vagytok, kiszeditek. Hát tényleg, marad, már mennél hazaértetni, egy napja úton vagy, már mindenet fáj. Mi van akkor, hogyha Feri azt mondja, hogy beval mindent, és földob még 2 másik embert, akik majd később érkeznek? Bizony. Mi novemberben jövünk. Igen. Jól van, meglátjuk. Attila, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Ciao. Köszönöm én is nektek is. Sziasztok. Köszönjük hello. Szépen. Hello, Schuller Attila, NAV vám és jövedéki szóvivőjét hallottuk. Földobom Jani kettlebelljét, amit haza akar aha. Vinni. Na? 16 kiló kokainnak kapták. Igen. Szerintem ő volt a csali gyerekek. Ja, már hogy ez az ember. Már ez az ember, aha. Valószínű, igen. De akkor esetre, meg nem akkor figyelj, Csalinak szerintem nem raksz be 1 kilót. Ha? Mert 10 dekával is ugyanúgy lebuksz, tehát 10 deka ugyanúgy csempészet. Érted? Tehát akkor vele én, ha Csalit csinálnék valamelyik őtökből, akkor én egy 10 dekával. Szerintem úgy gondolkodnak, hogy ezért, hogy megvan, 1 kiló mekkora fogás, 2 hónapja nem volt ilyen, húzzuk le a rolót, gyorsan sajtótájékoztató. És közben mindenki átjöhet. És közben átmegy mindenki, igen. Na jó van. Óven bácsival és Beru néni bejátszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hello, Szilvi! Honnan hívsz minket, Szilvi? Sziasztok, Budapestről. Budapestről. Már dolgozol otthon vagy? Mit csinálsz? Hogy telt a hétvégét? Mesélj valamit. Dolgozom. Jó volt a hétvége. Szórakozás, munka, buli, ez az amaz, volt minden. Na, mondj valamit, hol voltál? Voltál egy moziba, láttál valamit, sportolhattál? Milyen a börtönön kívül, milyen az élet ott Magyarországon? Hát, bulizni voltam szombat este, és vasárnap még egy kis plusz munkát bevállaltam. A plusz munka az otthonházi munka, vagy valamilyen a munkád mellé még valamilyen kis plusz munka? Házi munka, de nem otthon. Takarítás. Takarítás, aha, vállaltál egy kis takarítást. Jól van. Oké, okay, és most már munkában vagy, még otthon? Most már munkában vagyok, igen. Munkában vagy. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj, okay. Először ezt fogod hallani. Na, már jöttek a rohadékok. Jön a meleg. Bedugant a meleg, jönnek. Valami olyasmi. Igen. Egy rövid részlet erejéig mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj! Na. Aha, rövid volt. Aha, tényleg így kicsit van. Szigorúan. Nem hazudtál. A budapesti kolléga. Stúdiumban helyet foglaló technikusunk picit talán túl szigorú. Semmi? Hát ez... Nem. Még egyszer. Nem is értem, hogy miért egyébként. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Na. Az egy kicsit több volt, de mégsem elég. Hát akkor igen, már egy kicsit ott szabadhatunk. Jó, nem baj, még meg lehet az ajándékcsomag. Egyetlen egy dolgot kivetünk belőle, a bögrét. Jó, egy jóval hosszabb részletet kapsz, figyelj! Na. Ez a... Tudom, a melegek indulója. Hogy jön ez most ide? Miért kell megint őket bántani? Hogy hívják a nőt? Na, még egyszer, hogy halljam, létszik. Na. I'm well to buy. Hey. Nem Donna. Az I Will Survive-ot mondtad? Azt mondtad? Igen. Azt indítsuk el akkor. Az jó. Menő. I Will Survive. Ki ő? Gloria Gaynor. Gloria Gaynor az az. Így van. Hát ez egy nagy induló. Egyébként így van. Jól van. Szilvi, a bögre az ugrott, de a többi az megvan. Jó? Hát igen, mindenkinél a bögre. Pont azt szeretted volna? Hát ki nem szeretné azt? Na, hát jó, csak érzem, hogy már kicsit leletécsesztve azért. Csak onnan Afrikából. Figyelj, Szilvi. Hát, odaadnánk ide, tényleg nem rajtunk múlik, csak tudod? Muszáj ebben kicsit következetesnek lennünk. Tudom. De van egy csomó minden más még az ajándékcsomagban, jó? Oké, köszönöm, jó mulatást nektek továbbra is. Nagyon nagyokat mulatunk. Én igen, köszönöm, Szilvia. Óriásit mulatunk, gyerekek. Nem láttam semmit még a szállodán. Éreztem az iróniát a hangjába. A irónia volt, szerettük. De már van egy öribari Charlie. Az biztos, igen. Konkrétan orvosi kezelésekkel járnom, mert lehette az anyaiét a hátamból. Már rendelt vissza az orvos, hogy menjek még egy kicsit, mert szeretné látni a sebet, amit a papagája ejtett rajtam. Szilvi, küldjük neked, ciao. Oké, okay, köszi, sziasztok, sziasztok. Puszi, vigyázz magadra. Hello. Ferit küldjétek Hollandián keresztül haza. Változtassatok a jegyet. Az biztos, ugye, az annyira érzem, hogy én meg remélem, fognak szivatni. Hogy kiszednek. Én minden nap elmondom, hogy szombati kairói járatot tessék. Nagyon nem, szépen. Össze fogod zavarni őket. Fia, most az a Rákóczi vagy a George Clooney? Hallod? Ha a George Clooney, szerintem abból baj lesz. A Rákóczi, akkor szívassuk halálba. 6 perc múlva pontosan 8 óra várunk friss közlekedési infokat, mi helyzet az utakon, a nagyvárosokban, Budapesten, a rakparton, a hidakon, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Johannesburgban. Hello, Feri, hello. Sziasztok! Jó reggelt! Nem is Johannesburgban, mert két hete vagyok nem itt. Nem baj, ne törődj vele! Dél-Afrikában vagyunk jelen pillanatban. Mújfokváros! Így van. De jó lenne, Istenem, legalább látnánk az óceánt. Istenem, valami impulzus lenne. Itt vagyunk Nelspruitban. Kérdezi valaki, hogy Johannesburgban plusz egy órával van előbbre. Ja, igen, pontosan ezért mondom Johannesburgot, mert láttam az SMS-t. Az idő ugye már a magyarhoz mérten, nyilván londonihoz 2 szép napot ne pi.
napi. Nem, pontosan ugyanannyi az idő, mint nálatok, 8 óra múlt 9 perccel, majd amikor ott állítás van, és ti jöttök egyet vissza, akkor kezdünk mi itt 7-kor, ami nektek 6. Így van, mert hogy itt nem állítanak. Ők rájöttek. Elgondolkoztál az állításon? Hogy most merre állítunk? Ők visszaállítanak. Azért kell nekünk 7-kor kezdeni. Igen. Akik hát most ők a magyarok? Ők ott abban a pici helyes országban a szeretteinkkel. Igen, visszaállítunk, ugye? Aha. Tehát 6 óráról 5 órára, vagy 3-ról 2-re, és aha, azért kezdünk mi 7-kor. Okos. Hogy a magyarnak megfelelően 6-kor indítsuk. Uh-huh. Az nagyon jó lesz nekünk a rádió szempontjából, hát egyéb munkák szempontjából nem. Az ugye picit nehéz, igen. Mert hogy később végzünk. Minden esetre most még pontosan ugyanannyi az idő. Tehát tényleg semmiféle eltolódás nincs. Na, azt mondja, hogy nézzük mi a helyzet az utakon, nagyon sok közlekedési hírünk van. Trafi az M3-ason, Miskolc felé a 102-esnél a hídon, Biusuf küldte ezt nekünk. Aztán, sziasztok, a Vácveresegyház vonalon 30-50 perc késéssel közlekednek a vonatok. Hát, ha valaki még el tud indulni autóval, busszal, mindegy, hogy mivel megy, csak ne vonattal, ez B küldte nekünk. A pesti alsórakpart a Dráva utcától a Parlamentig lépésben halad, és köd van, üzeni nekünk Attila. Aztán elismerésem annak a zseninek, aki Budakalászon az M0-ásra felvezető kétsávos körforgalmat egysávosra alakított át, fél óra feljutni a hídra, üzente nekünk Richelieu. Aztán Dány, valószínűleg csak ékezet nélkül, Dány és Kóka között nagy a köd, az út még mindig rossz, mindenki vigyázzon, Imi Yama küldte ezt nekünk. Körösi Csoma Sándor és a Kőbányai út a Könyves Kálmán felé teljesen beállt, 20 perc alatt 200 métert haladtunk, Krisztián küldte. Krisztián, köszi. Balassagyarmaton a Madács híd lezárva, Ipoly parton keresztül lehet kerülni. Aztán Feri, ne aggódj, ha a nap lekapcsol, a Nébik kimen nem hagyja a reklámarcukat, Fabandita küldte. Nagyon helyes, köszönöm. Végbél tükrözést Ferinek szombatra. Viszont azt is írják, és ebben tök igazuk van, hogy legalább nincs várólista a CT-re. Mert most egyébként, ha érted, beutalnak egy ilyenre, hónapokat kell várni. Tényleg. Legalább kérsz egy leletet, hogy minden rendben van. Egy kompletet kérsz. Egy komplet, ne csak a gyomrot nézzék, hanem akkor tetőtől talpig. Feri, fájni fog a popoló szombaton. Hát de nektek hogy fog fájni, mire jöttök, addigra valamit kitalálok. Igen, kedves Clooney, a gép 13-ra 10-kor landol, nagyon fincsi mentolos sikosítóval várjuk. Szeretettel, jó móka lesz. Csak mondom, így van, a nap munkatársainak szombati kairói járatot tessék nagyon figyelni. A furán... tudom foglalni Zsül a jegyemet valamerre. A furán gyanúsan viselkedő egyedeket kiemelni és átnézni a csomagot, mert hogy érkezik majd. Szemetek. Érkezik a fekete szállítmány. Ha, tudjátok már, hogy hánykor indultok pénteken? Nem. Nem? Nem. És az, hogy mikor érkezünk, az se. Egy járat van csak, ami Kairóból jön szombaton. Aztán, na, még egy-két SMS, ugye beszéltünk már arról, hogy milyen szép sikereket értünk el kamionsportban, és az alsó nánai gyerek asztalitenisz csapatnak a tolnai fordulón is gratulál valaki SMS-ben, hát ezt beolvassuk. Hajdúszoboszló felől Debrecen felé a 4-es főút felüljáró félpályás utcában torlódás várható, javítják az utat. Ezt is kaptuk SMS-ben, és a 102-esen ez ebben a pillanatban jött az M3-ason a felüljáróról mérnek Nyíregyháza felé. Üdv az afrikai különítménynek innen a magyarországi szavannáról. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Ah, jó, amikor így ébredezik a szálloda, nem? Itt szállingóznak a vendégek, kelnek, a mellettünk lévő... Csúnyán néznek ránk a mellettünk lévő szobából. Így van, szerintem pont a negyedik vendég csekkol át. Innen, mert nem tud aludni. Igen, nem annyira kedvelik a mellettünk lévő, szóval én nem értem, hogy miért. Olyan, jó, olyan csendes, pedig nyugis helyez. Igen, itt, hát igen, mi egy szobából rádiózunk, ugye tulajdonképpen. Innen már a mi vágónk átcsekkolt, és ha ezt a szobát itt kiadják mellőlünk, akkor előbb-utóbb vagy minket tesznek el láb alól, vagy ezt a szobát nem fogják értékesíteni. Ez büntető. Igen. Ez büntető. Na mindegy. Én azt nem tudom megszokni, hogy állandóan kiraknak mindent így az ajtók elé. És ugye az este elfogyasztott vacsora maradékait, stb. Most az éjszobám mellett majdnem elbotlottam egy vasalódeszkába, meg egy vasallóba, amit nem én kértem, mert hoztam magammal egy részt, másrészt. Hát ezt nem hiszem el. Persze, most felugrottam megnézni, hogy megszáradtak az oknyaim, de az a baj, hogy annyira boros az idő, és annyira magas a páratartalom, hogy olyan nehezen száradnak mostanában, hogy ez valami hihetetlen. Tegnap is, még mielőtt lefeküdtem, kimostam, kiöblítettem. Hozzak neked tiszta az oknit az éből a plázában. Konkrétan 100 kunáért adatom be az összes eddigi két hetes tuccomat, a farmerjémat, a gatyáimat, az oknyaimat. Szállj már, hagyd már be ezt a teregetést. Én még nem voltam a szobában, és köszönöm, hogy ebben kérdezkedek, de légy szíves. Nem, én utána kérdeztem ennek a dolognak, és mondta a stylist lányunk, hogy a
gyanakodja. Ha eltűnik valami, az biztos, hogy az okni. Én meg nem szeretném, ha eltűnnek az okni. Én mosás közben nem fogom beadni. Nem fogom beadni. És te vagy kiborulva azon, hogy egyébként valaki szobaszervizből kér valamit, és leteszi az ajtó elé, miközben zoknik lógnak a fürdőszobában. A szobák előtt történnek ezek az események, nem pedig a szobában. És egyébként nagyon mutatósan szépen minden párosítva van az összes zokni. Érted, szürke mellett, szürke fekete mellett, fekete. Nem, a válfákat használom rá. Ugye be kell, hogy kérdezkedjek hozzá, te már többször voltál nála, hogy lásd, micsoda káosz van az én szobámban. Én még nem voltam nála, de hogy én bekommandozok és felrakok egy képet a Facebookra, te szárad az okniairól. Megtudtam, hogy van itt Nelszprüjban olyan mosás, hogy megvárhatod két óra alatt. Kimossák, kiszárítják, ott így vagy, van. Nem lopják. Én nem semmiemet nem féltem, csak a farmerjaimat, mert hogy imádom a gatyáimat, tőle mindenemet elvehetik, a farmerjaimat nem adom. De nem gondolkoztál egy ilyen? A mindenem. A farmerom a mindenem. Igen, tényleg nem, nagyon gatyák, nem szeretem őket, tehát azokat nem adom oda. De hogy miért nem adod be egy ilyenre? Hogy mosod? Engem az érdekel, hogy fogod kis szappannal, vizet engedsz a mosdóba, belerakod, és egy ilyen kis barnás kicsit ilyen víz, zokniáztat a vízben, a mosdóba. Áztatod a zokniaidat? Meleg víz a mosdóba, bele az összes zokni. Oh. Kicsit felpuhulnak. Felpuhulás után felhúzom a kezemre. Gyere, ígyunk egy kávét. Az felhúzom az egyik kezemre, az egyik pára. Hallgass meg, mert tanulságos. Szappannal bedörgölöm, utána pedig felhúzom a másikat, és a beszappanozott zoknival összedörzsöd. Lassan mondom, hát ha valaki írja. De ez tehát annyira. A beszappanozott fél pár zoknival elkezdem, mint amikor a Ferinek, hogy hívják ott, friss prosuttót hoznak valahonnan, és összedörgeli elégedetlen a kis kezeit, és azt mondja, hogy ászta mindenségét. De finom le. Oké, ez megvan, utána kiöblítem, és vettem nagyon finom, nagyon ilyen kellemes, nagyon ne. Finom orhida illetú ne. Öblítőt, annyira természetesen van. Extra value ez kiszerelésben, és azzal szépen kiöblítem. Kiöblítem, kicsavarom, kiteregetem. De hova teregeted? Föl oda a törölközőtartóra, illetve azt csinálom, hogy a belső szobalámpákon, ezek ilyen karos ne, szobalámpák, mint például ne, ez. Komolyan mondom, Jani. Ráakasztok két válfát, és ez nem is miattam, hagyd abba. A válfák alján elfér két-három pár zokni is, a keresztrúdon, és ezt akasztom föl. Annyira pronyó vagy. És hova teszed a törölközőt? Azért akasztom a tévé mögé közvetlenül, mert a tévéből árad a hő. Aha. Sokkal jobban szárad, hogyha közben tévét nézek, ugye a hőt termel a televízió. És nem szeretem a felesleges hőt termelni. Lógnak a szoknik a lámpán. Igen, én a tévé megyek, mögött. Én nem megyek be hozzá. A tévé mögött ott lógnak. És a légkondira még nem tettél? Nem. Hát az nem. Az jó, ha a törölköző tartón vannak az okniaid, akkor hol tartod a törölközőt? A kátszélén. De jó! Tudtam. A kátszélére vannak rakva, azt nem értem egyébként, figyelj, hogy Jani. Állandóan elviszik a törölközőimet. Például ezt se értem. Én egy törölközőt használok, mindig odafigyek rám, mint akár csak otthon, hogy adott esetben, hogyha szükségem van, akkor is inkább mint tőlem egy törölközőt minden használok. Minden nap újat kapok, értem. És imádom. És állandóan elviszik minden a tiszta törölközőket, kapok. Teljesen feleslegesen. Ezt nem de várjál, de mondd meg nekem most, tök gyakorlati kérdés. Kihozol 20 pár rohadmányos zoknit? 10 pára hoztam, de nem rohadmány. Én hoztam 20-at. Elhasználsz belőle 8-at. Igen. Amikor látod, hogy kettő darabban fogod a kis Lidl-ös kis szatyrodat, belerakod az oknit, nem. Nem Lidl-ös, a moszkvai olimpiának, a Misa mackója van még rajta. Kifizetsz 100 rohadmányos kunát, odaadod nekik, és egy nap alatt kimossák. Mi történik? Marad egy zoknit még holnapra, és jön 8 frissen mosott, jó illatú zokni. Nem kell a csillára teregetni, nem kell a fürdőszobába teregetni, nem kell ez a balkáni vircsap. Meg tudom én csinálni. De nem adja ki a kezéből az okniait. Hát mit féltesz az oknidól? Van. Hát épp be ahhoz a rohadmányos mosodával. Épp magyar ember vagyok, hát ki tudok most magam után. Mi az, hogy mit félt az okni? 20 éve ugyanezt a 10 párat hordja, úgy vigyáz rá. Nem a mosással van bajom, mert szeretem, hogy te vigyázol a környezetre és kimosod. Nekem a szárítással van a bajom. Hogy hírünket viszik ebben az országban, hogy a magyar a villanykörtén és a villanypoznál szárítja az okniát. Érted? Tehát így is sokszor mondják, hogy Balkán vagyunk, így is sokszor mondják, hogy olyanok vagyunk, mint nem tudom, nagyon Kelet-Európa. Na, miért kell nekünk Dél-Afrikában még na a most egy nagyon inni? Picit komolyra fordítva szó. Miért tehát, nem hogy mosatott az én szobámba, ha bejönnek, azon kívül, hogy mondjuk hívanak teregetve az oknit. A csillára? Hát részben igen, de hogyha az én szobámba bejönnek, ott azért mindent találnak, csak rendetlenséget meg használ. Tehát, nem hogy, úgy, hogy az alapján, ahogy az én szobám kinéz, nem hiszem, hogy a Balkán jut az eszükbe, ha egyáltalán tudják, hogy ez hol van. Na de várjál. Tehát az én szobámban rendetlenség van.
Most melyik a nem, a te szobád nem rendetlenség van, a te szobádban egy sikertelen a bomba hatástalanítás következményeit lehet látni. És mi van mindig kiemelve egy szentélyen? A teniszütőm. Az így le van támasztva. Ahhoz senki nem nyúlhat, az le van úgy támasztva. Ugye az, hogy édes kis teniszütő. Konkrétan tegnap szervágattam picit, le van támasztva, a ruhák össze-vissza, bőről nem tudom, de a teniszütő a falnak neki támasztva a kis fotelba. De most mi a jobb takarítói szemmel? Bemegyek egy szobába, ahol látom, hogy itt élnek és kicsit kupi van. Bemegyek egy olyan szobába, ahol élére van hajtogatva a takaró, három hete ugyanazt a törölközőt használod, de zoknik lógnak a lámpáról. Takarítóként én azt gondolnám, hogy de hogy lógnak? De hogy lógnak? Jobb az a szoba. Rendben, fegyelemben, szépen, akkurátusan, érted? Tehát figyelj, engem még így tanítottak. Érted? Nekem az apám megtanította, hogy olyan nadrágom van, ami éle van, a szépen összehajtom, úgy teszem le este a fotelnek vagy a széknek a karfájára, hogy ez normális, hogy ne kelljen már, ráadásul meg ez is. Én, tehát, nem, hogy én, azért, én nem voltam. Érted, én még voltam katona, engem megtanítottak arra, hogy normálisan nézzenek ki a cuccaim. Boxer a sok is lógnak a csilláról? Mire számít csak átmegyek, mert tudja, hogy fölrakok egy képet a Facebookra, vagy az Instagramunkra vannak, vagy csak zoknik van. Így. És lógnak a boxer, de igen, nem boxer alsó, az neked ilyen fecske. Az is van, persze. Is, de azt ne fotózz le, mert úgyse hinnék el a kedves hallgatók, hogy a zeném, mert vannak köztünk márkások is. Jó, azokat tőlem loptad. Azokat átjöttél hozzám, és elloptad tőlem. Persze, nem hiszik el. Be kell mennem hozzád. És mindez, amikor szárítod, akkor kicsit ilyen párásabb a levegő nálad? Nem, nem, mert kinyitom mindig az ablakot, hogy azért legyen egy áramlás. Döbbenetes. Akkor eleve sokkal gyorsabban szárad. Figyeljetek, srácok. Bocsánat, vannak hibáim, az egyik az, hogy így szeretem így rendben tartani a dolgaimat. Döbbenetes vagy, komolyan mondom. Pedig tényleg naponta vagyok veled elég sokat, hosszú évek óta, de hogy ez egyszer nem. De nála könnyebb takarítani például, érted? Nála felesleges takarítani, hogy az a baj, hogy én soha egy porszívózás csak megengedem. Nem is nagyon értem. Múltkor megyek, mit látok, kiveszi a porszívót a kezéből, és magának porszívózik, érted? Konkrétan kihagyják a szobáját. Nincs mit takarítani. Most szóltam nekik egyébként, hogy ezekből a műanyag kanalakból ne hozzanak minden nap. A rohadékok hoznak új műanyag kanalat. Mert úgy van, hogy mindig le van cellofánozva, ugye kettő darab műanyag kanál. És akkor így bejött a hölgy, és akkor hogyha jeleztem neki, no kanál, nem érted, baby, fekete gyöngyszemem, nézd már a szemembe. Mióta fürdesz ugyanazzal a törölközővel, mióta itt vagyunk? Nem, az a baj, hogy mindig kicserélik. Ha meg eldugom, hoznak másikat. Hogy komolyan mondom, bennem van a hiba, de bennem, higgyetek el, bennem egy ilyen kélyes borzongás fut át, amikor így belépek ki a kis fürdőszába messze, és azt látom, hogy új török. Végre, és mind a négyet elhasználhatod. Fogadjunk csak négybe török. Csak mondok, kiborítsalak. Fogok egy kicsit törölközőt, leterítem a földre, hogy legyen mire kilépni. Pedig hiszen, kilépő. Ha a zuhanyból... Egyébként van kilépő, de ha a zuhanyból kifolyik a víz, friss törölközőre lépjek, fogok egy másik törölközőt, ráhajtom a kádra, azzal törlöm is testemet, és fogok egy harmadik törölközőt, azzal törölöm frissen mosott hajacskám, és közben kélyes élvezettel és borzongással gondolok rá. Aztán meggondolod magad, és visszamész a zuhanyra, és még egy kicsit vereted a testedet, forró, meleg. És amikor már 25 perce veretem magam a forró zuhannyal, kilépek még, és még elhasználok egy törölközőt, és mindezt szeretem. Figyeljetek, ezért vagyunk mi jó. Na. Páros, mert hogy te egyet, én négyet. Ugye, és oké, hogy a cég fizeti, én ettől függetlenül ezt óriási pazarlásnak tartom. Tehát, hogy rosszul élem meg ezeket a dolgokat. Tényleg. Semmiféle pazarlással kapcsolatos élményem nincs. Semmiféle rossz élményem nincs. Semmi, komolyan mondom. Figyeljetek, a magyar szállodákban például nagyon okosan ki van már írva nagyon sok helyen, hogy igen, ez hogy itt ugye, is ki van. Rengeteg, igen, ki van ki írva. Van írva, hogy ha ledobod, csak akkor viszik el, ha nem dobod, de nem viszik na, el. Na nekem rossz tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, mindig mert akkor is elviszik, hogyha... Hogyha azért, mert én bemegyek a szobádba, és ledobálom a földön. Jó, de neked minden a földön van, persze, hogy elviszik. Tőlem elvidék a ruhákat is, meg a farmerokat is, mert nálam minden a földön van. Ja, Istenem, hát érdekes. Érdekesen intézette ezeket. Legalábbis számomra, hát nyilván aztán van, aki ezzel abszolút azonosul, nem tudom. De tudja, hogy ma bemegyek hozzád. Vagyunk Instagramon, csak mondom, Class FM Morning Show. Oda egy ilyen kép, mi? Ígérek az Instagramra. Oda szok felakni az exkluzív fotókat. Figyeljetek, szép lesz, azt ígérem, szép lesz. Az illatát nem fogjátok érezni. Én megírom. De orhidea. Tehát, hogy lesz egy kép az Instagramon. Jó? És nézzet, és gondoltok arra, hogy orhidea illat. Class FM Morning Show, ott keresetek az Instagramon. Ami a Facebookra nem kerül föl, megy az Instagramra, ez oda is megy. Figyeljetek, megmondom, hogy engem nem is ért a dolog. Valakinek ez proli, nekem pedig ez de hogy proli, rend és fegyelem. Különleges.
Na, oké, belevágunk akkor a 8 órás témánkba, mert hogy érdekes dologra jöttek rá az amerikaiak, és szeretnénk, ha most azok, akik egy munkahelyen, egy kollektívában dolgoznak, kicsit elkezdenék mószerolni azokat a kollégáikat, akikre ez jellemző, vagy bármi más módon próbálnak lógni, vagyis most keressük a legnagyobb lógósokat a munkahelyen, akikről tudják egy-egy kollektívában, egy-egy adott munkahelyen, hogy mindent kitalálnak, csak hogy ne kelljen dolgozni. A kutatás az nem feltétlen erről szól, de kapcsolódik az előbb felvezetett témához, mert hogy az amerikaiak megállapították, hogy hát bizony nagy baj van a kormányzati intézményeknél, mert hogy egyre többször kapják rajta a dolgozókat, hogy munkaidőben pornót néznek. És ez ugye a kormányzati intézményeknél elég érzékeny terület. Sajnos egyre több az olyan munkavállaló, ahol pornóanyag van a számítógépen, derült ki egy friss kutatásból. És azt mondja egyébként ez a Nielsen kutatás, hogy egyre inkább nem számít ez kirívó esetnek, mert hogy 2010 óta most már legalább 40% nézett a munkahelyén átlagban 13 percet erotikus tartalmú filmeket. És azt mondja, hogy egy republikánus képviselő, hogy szerinte szűrőprogramokat kellene telepíteniük a különböző kormányzati ügynökségekhez, a kormányzati cégekhez, hogy ne tudjanak ott mindenféle felnőtt tartalmakat nézni a dolgozók. Mert hogy ez szégyen az Amerikai Egyesült Államokra nézve, hogy komoly intézményekben, kormányzati intézményekben erotikus tartalmat töltenek le. Na. A kedves delikvensek. Kicsit kifújtam magam az előző téma után. Most viszont fölhúztad magad. Akkor szintén folytatnám. Nem rád van a dolog. Az élménybeszámolókat. De mi ezzel a probléma? Most nem dolgozik a polgár, ez a baj. De várjál, tehát hogy ő most az ebédidőben, vagy akkor, amikor neki lehetősége van arra, hogy mondjuk egy picit ejtőzzön, ami nyilván a legtöbb helyen azért kötelező jelleggel, de egy törvény adta lehetősége, hogy akkor ő miért nem csinálhat azt, amit akar? Miért nem nézhet ilyen tartalmú oldalakat, ha ez őt feldobja? Azért, mert van egy egységes intézkedés, egy egységes törvény rájuk nézve, és azt mondják, hogy a kormányzati intézményekben tilos kifejezetten szexuális tartalmakat letölteni, tehát, hogy ők ezt nem engedik, mégis azonban megkerülve ezeket a kis intézkedéseket, nem tudom, védett tartalmakat, bármit, ahogy ők tudják, feltörik ezeket a kódokat, és letöltik. És nagy a baj, mert hogy a kormányzati intézkedéseknél elindult ez a fajta erkölcsi fertő, hogy mindenki nézi, és ez rájuk nézve egyébként kell. Pornó nem lehet, de miért, mit tudom, például a svéd áruháznak az oldalán, Björnes, Lökle, Mökle, de hogy hívják okat? Azt igen, azt meg ülő garnitúrákat lehet nézegetni és rendelni is munkaidőben. Ezt nem szeretik, ez őket érzékenyen érinti. Igen. Már pedig nyilván... szerintem azoknak a bútoroknak az összerakása, szétszerelése legalább akkora perverzió, mint bármi. Nyilván itt két dologról szól. Az egyik az, hogy nem dolgozol eleget, mással vagy elfoglalva, kettő ráadásul felnőtt tartalmakat nézel. De nem is a felnőtt tartalmakkal akarunk foglalkozni meg, hogy néze valaki a munkáját. Nyilván a férfiak sokszor néznek, ott van a gép, nem is filmet, csak képeket, csajokról. Mindig oda kattan, nem hát tehetünk róla. Oda kattansz, tele vannak tényleg a bulvár újságok fönt online felületeken olyan képekkel. Hát nem tudsz már megnyitni egy oldalt, hogy ne lenne írva, elmúltál 18, nem múltál el 18. De nyilván munkahelyem, főleg ahol ilyen amerikai típusú irodák vannak, és mindenki átlát a másik fakból dolgozik, tudják pontosan, és ez a magyar munkahelyekre is jellemző, hogy ki a legnagyobb lógós. Ugye? Ez megvan minden munkahelyen. Igen. Aki mindig úgy csinál, mintha dolgozna, mindig fontoskodna, mindig ő van a középpontban, de tudják róla, hogy nem dolgozik. Minden munkahelyen van ilyen. Van. Nem? Akiről tudod, hogy csak úgy csinál, mintha dolgozna, de nem dolgozik. Egy jó Excel tábla mindig meg van nyitva a gépén. Persze. Mi mondjuk kevésbé tudunk ilyet csinálni, ha nem szólalunk meg, akkor azt meghallja a hallgató. Üres dokumentumos papucsok fönt a szekrény tetején. Az van. Ilyen. Ja, jó. Nincs meg a hely. Jó, tudom már, kiről beszélünk. Igen. Jó, hát nálunk is az egyik, igen. Így, nagy menő, fölrakja az üres dokumentumos, igen, kis vakkokat, de levettük az egyiket, és nincs benne semmi. De azért nincs benne, mert ő mindig elvégzi, tudod? Tehát, mert hazaviszi. Neki, igen, hazaviszi, de nincs benne. Hazaviszi, megcsinálja, és otthon iktatja. Igen. Hát ott? Igen, a kérdés az, hogy lóg, mit csinál, hogy játsza el, hogy dolgozik, tudja-e róla az egész kollektíva, hogy ő lóg, felszólították-e már, hogy dolgozzon többet, mivel üti el az időt, állandóan tetriszezésen kapják, filmet néz, tehát mit csinálnak a nagy lógosok a munkahelyen, de ne csak irodisták írjanak nekünk pékek, ahol tudják mondjuk, hogy a harmadik ember soha nem veszi a kezébe a lapátot, mindig kitalál valamit, és mindig megpróbál kibújni a munka alól. Mindenhol vannak ilyenek. Mindenhol, nem? Mindenhol, és a legtöbbjükkel az a probléma, hogy nem jó, nem elég jó a fedősztori. Tehát azért most már 2014-et írunk, mindenféle appet le lehet tölteni például az internetről. Miért nem lehet egy olyan internetes appet letölteni, ami például
egy klaviatúrának a kopogását utánozza. Érted? Oda rakod, elindítod, csinálsz, amit akarsz, hallják, érted? Hát ez... Ez a Zsül, ez egész hogy nap csak tolja, üti a klaviatúrát. Fantasztikus, micsoda munkaerő. Nem történik az égvilágon semmi, csak éppen az app szól. És akkor mondjuk egy varodában az egyik varrógépen dolgozol, akkor csak... Régen, amíg nem jöttek be az okostelefonok, voltak ezek a műanyag tetriszek. Emlékeztek erre? Igen. Hogy emberek tízezreinek volt a kezébe ez a hosszú ilyen téglatesthez hasonlító vékony kis tetrisz. És mindenki azon játszott. Szerintem ott órák milliói mentek el munkahelyeken, amíg ugye mindenki megdöntötte saját csúját, saját rekordját, volt rajta 12-16 féle játék, tudtad variálni, de mindenki csak egyet játszott, a Tetriszt. Így van. Ugye? És hát mindenki azért... azzal nyomta. Azért elég sok gépen ott volt a tárcán a passziánsz. Részszükség esetén. Vannak a nagy klasszikusok. És a Tetriszel akkor jött el a jó világ, mikor ki lehetett kapcsolni a hangot, mert addig nem tudtál játszani, tudom, mert ilyen rettet hangja volt. Nyink, ahogy hullottak le a darabok és forgattad, mikor ki lehetett kapcsolni, na onnan. Mert na, onnantól vége volt. De azért, amikor a főnök hátra szólt, hogy ezek a mai, hogy Katikám, mit csinálsz? Ja, aknakereső. Ja, nem! Iktatok! Aknakereső. Jézus Isten. Most már ugye bejöttek az okostelefonok, nyilván kevesebb játszanak ezzel, de azért ez nagyon primitív volt. Tehát mi volt az alapgépen? Alapfunkció. Passziánsz, aknakereső, ugye? Mi volt az aknakereső? Ott végig kellett úgy menned egy mezőn, hogy nem léptél aknára, ugye? Van, és hogyha kinyitottál egy mezőt, akkor kiírta, hogy ez hány bombával érintkezik. Egyel, kettővel vagy hárommal. De ugye akkor még agyalni kellett, hogy na most merre nyissa. Mi voltunk ennyire primitívek, hogy ezzel játszottunk? Nem volt más, vagy ennyire alacsony volt az inger küszöb, mert én is órákat aknak el. Dehogy is, az egész ország primitív volt, ha ez primitívség, mert mindenki ezt játszott. Na de most már azért nem játszott, mert magasabb az inger küszöb, nem? Tehát akkor az volt, nem volt okos telefon még annyi, a gépeden volt passziánsz, mert nem töltöttél le más, nem értettél hozzá, és akkor ezekkel játszottál, de úgy elég volt. Most azért leülnél egy aknakereső, hát egy szállalmas szürke felület volt az egész. Rettenetesen nyomorult volt. Én biztos vagyok benne, hogyha valamilyen ilyen nem is tudom, mindenki ilyen szétszerelő műhelybe, ahol szétszerelnek ilyen régi monitorokat, most megnéznénk egy-két ilyen régi irodista monitort, akkor látnád így beleégve középre az aknakeresőnek ezt a négyszög alakú szürke felületét. Ránézni a képen, és látnád, hogy basszus, az a több ezer órát játszottam. Jó, a Nokiákon, amikor lógni akartál, akkor a legeslegjobb játék volt, ami egyébként tényleg komoly addikciót okozott, és függő voltál, a kígyó játék. Minden egyes kis falatnál nagyot nőtt a kígyó, és meg kellett dönteni a saját rekordodat, és azt láttad, hogy emberek kicsi Nokiával állnak, és próbálják a munkahelyen való dolgozás helyett egyébként megdönteni a saját csúcsukat kígyón. Az megvan? Aha. Amikor lógni akartál, kígyóztál. Most indult el az okostelefonnal való függés, vagy az okostelefontól való függés, hogy elindultál a kígyó ösvényén. Meg fogsz döbbenni, én most megnyitottam, gyerekek, lehet, hogy régi a gépem, de ezen van aknakereső. Az van, ott van, ez a rajta van, a passziánsz, az aknakereső, ezek fent vannak, persze. Hát ez egy Windows játék, nem? Azt tudja. Alapból ott van, igen. Na, ki hogy unatkozik, ki mivel űzi el az unalmat a munkahelyén, illetve kik a legnagyobb lógósok? Jó, egy kicsit módszeroljátok nekünk a kollégákat, mit csinálnak, hogy lógnak, állandóan cigizni mennek, kifogásokat keresnek, büfében trécselnek. Mit csinálnak a legnagyobb lógósok a munkahelyen? Őket keressük, őket kutatjuk, SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek Magyarországon, és itt Afrikában is. Nesprit. Most már azért tudnék enni egy jó bablevest. Ugye? Hogy hiányoznak a hazai ízek? Csak 2 hete vagyunk itt, lassan meg kezdek megborulni. Szóval, hogy és nagyon... ha fölraknánk egy fotót egyébként a reggeli asztalunkról, akkor mindenki azt mondaná, hogy na, elmentek ti a francba, mert ilyen gazdagságot, ami itt van reggeliben, tehát, hogy bármit kérsz, és lemész a reggel, és ott fogsz állni, és Nem. Na jó, de hát ez már nem akarom ugyanazt tenni, mint 2 hete. Figyeljetek, srácok, tőlem azért elég sokat hallottátok, hogy hála jó Istennek már Magyarország nem a vegetáriánusok szempontjából, nem a rizibiziről meg a rántott sajtról szól. Rizibizit és rántott sajtot akarok most! Jó, hát ez szegény. Csak mondom, Jani, hogy egy csártból érkezett 140 kilós ember, akik mellettünk, aki minden reggel 8 éves gyerekeket reggelizik, úgyhogy nagyon vigyázzam, mert átkopog neked itt basszos a gardróba. Akkor kölcsönkérem a Viki egyik magas sarkúját, hogy ne keverjen össze egy 8 éves gyerek. Nagyon durva, én láttam, nagyon morcos lesz. Igen, szóval az embernek tényleg tudnak hiányozni azért az otthoni ízek, meg a családtagok, meg mindenki, tehát bárhol vagy,
ha hetekig ugyanaz van, akkor egy idő után azért kezd ez kicsit befordulni. Na, hát nagyon jó, imádom a hallgatóinkat, mert hogy megy a mószerolás keményen. Ugye arról beszélgettünk, hogy amerikai kormányhivatalokban nagy a baj, megfújták a vészriadót, mert hogy egyre több kormányzati ügynökségnél dolgoznak, sőt, mint több ugye néznek pornót, és központilag működő szűrőprogramokkal szeretnék tulajdonképpen hát elejét venni a hasonló eseteknek. Törvényjavaslatot is benyújtottak, amely illegálissá tenni a kormányzati alkalmazottaknak a munkahelyen az erotikus tartalmak letöltését. És arról beszélgettünk, hogy a magyar munkahelyeken vajon kik a legnagyobb lógósok, mit csinálnak, arra kértük hallgatóinkat, hogy nyugodtan mószerolják azokat, akik dumálnak, trécselnek, cigiznek, és mindig kitalálnak valamit, hogy ne kelljen dolgozni. Hát nyilván azonnal elindult a mószerolás. Szenzációs SMS-ek jönnek, hogy ki hogy próbál lógni a munkahelyén. Az is jó, ha valaki ezt önmagáról vallja be, de az is jó, ha valaki felnyomja a kollégáját, hogy bizony ő a legnagyobb lógós. Na, hát csak egy-két SMS, hogy ki mit csinál. Nálunk a titkárnő Barbie babát öltöztet a számítógépen, miközben a fizetésünket számolja. Ha megy együtt a két program, akkor az egyébként nincs baj, igen. Targoncásunk rakodni kell, tízem sem találjuk, de a kávégépbe dobott érbe nem koppan még a tárolójában, ő már ott lieg a nyakadban potyázni. Így lehet előcsalódni. Sanyika, de jó, hogy itt vagy, mennyire rakodni. Nagyon igen. Napi fél óra WC a munkaidőben, egy év alatt majdnem egy havi fizu jár érte, így a Peti, aki szintén rutinos WC-re járó. Hát számolt ki egyébként, kijön. Igen. Én egyszer egy polgármester laptopját vettem meg, és tele volt melegpornóval, írja Sanyi. Nem akarjuk tudni, hogy ez egészen pontosan hol történt, de köszönjük szépen az SMS-t. Ti vagytok a legnagyobb kumantósok, az egész munkaidőt végig dumáljátok. Köszönjük szépen. Nálunk, ha a traktorosnak nincs kedve dolgozni, akkor egy órán belül elrontja a munkagépet, egy nap akár négyet is. Rajta kaptuk, ide egy hallgató. Ráadásul van egy halőrünk, aki mikor takarmányt pakolunk a halaknak, akkor mindig mozgást látható másik végén, és pont a pakolás végére ér vissza. Jó, látatlanban is a kedvencem. Nagyon szerete. Figyeljetek már, micsoda! Hallom, megint valaki kerítő álló, lopja a halat, a gazdaságok, a halát, egy jó srác, szaladunk, mindjárt azt elkapom. Mennyire jó arc. Nagyon jó arc, igen. Nálunk a rendszergazda programot készített, ami nem volt több, csak egy zöld állapotjelző csík, ami ment minden képernyőn. Ha megkérdezték, hogy mit csinál, kifordította a monitort, és megmutatta, hogy a gép számol, arra vár. Jó, igen. Zseni. Egy grafikus kollégám 9 helyet 11-re jár be, naponta 10 cigi, 3 kávé, 1 óra ebédszünet, pisi kaki, plusz kiszaladok a boltba, duma. Majd mikor mi 5-kor elindulunk haza, puffogott, hogy persze megint csak ő túlórázik. Mindenki rajta röhögött már a háta mögött. Kedves kolléganő, minden egyes munkanap ugyanazokat az ingatlan oldalakat nézi meg, napi 5-6 órán keresztül mellette passziánszozik. És a nap végén kijelenti persze, hogy ő mennyit dolgozott. Ők a legnagyobb mártírok egyébként, ha észreveszitek, és a lógós, aki közben mártírkodik. És nem? Ő valószínűleg el is hiszi, hogy ő marha sokat melózik. Igen. Nem? Valószínű, hát, azt gondolja magáról, igen. Kicsit pihenek a Facebookkal, vagy a mitén passziánszal, és közben sokat dolgoztam, higgyétek el. Igen. Nálunk szerintem én vagyok a legnagyobb lógós. Mindig van egy stócirat az asztalomon, látszatnak, közben megy a sorozatnézés telefonról. Telefonról lehet sorozatokat nézni? Ezt fölcsillant a szemed. Hagyjál, már mennyire álságos kérdés volt. Nem is hallottam még erről. Telefonon lehet sorozatokat nézni? Lehet ilyeneket is csinálni? De furcsa. Autószerelő műhelyben a kolléga a kocsi alatt fekve a kezeit felkötötte, és aludt. Így amikor a főnök járkált, és nézelődve az ajtóból csak belátott egy kocsi alá, úgy látta, hogy szere. Ez mindent visz. Ez mindent visz. Ez mindent visz. Nézd, hogy dolgozik. Jó, Zsikám, nagyon bele vagy merülve itt a munkába, de az arcodra folyik az olaj már egy órája, hogyha esetleg felkelni. Ez nagyon komoly. Tehát általában egy melós brigádban vagyunk, vagy őszintén, mindig van olyan, aki szereti a sört, szereti a kávét, vagy szereti a cigit. Ha most három ilyen ember összejön, akkor már ott azért tolódik a munka kezdésnek az eleje. Ügyünk már meg egy kávét, nem? Akar valaki? Én akarok. Jó van, akkor jó volt ez a kávé. Hallod, ezért cigit elszívnék. De ahhoz kell még egy kávé. Persze, akkor azt is. Hallod, én azért sört letolnék, most beestetek meg. Ha elfogy, de akkor utána ígyunk egy cigit. Vagy ígyunk egy kávét, meg szívunk el egy cigit. Ezt nyomják, igen. Lehetne más témát nyomni? 18-an dolgoznak körülöttem, és furán mosolyog rám mindenki. Ezt Gyuri küldte nekünk.
Gyuri, te vagy a unyó. Irodista vagyok, 8 órából kb. 4-et dolgozom. A többi kávé, ebéd, beszélgetés, még nem szóltak, 10 éve vagyok itt. Írja nekünk Pi. Ez is jó. Van egy olyan program, ami azt mondja, erre itt van az SMS, ami figyel minden lenyomott billentyűt, egérmozgást, programot, fényképeket készít a monitorról, a nap végén pedig statisztikát csinál. Nálunk ilyen rendszer van a gépeken, írja egy hallgató. Azért az masszív, nem? Hogy semmit nem tudsz csinálni, mindent rögzít. Igen. Azt mondja, hogy a legnagyobb lógósok a cigizők. Óránként 10 perc cigi. Adjuk össze 8 óra alatt majdnem másfél óra. Bizony. Amit ők dohányzással történt. Bizony. Feri? Ezért járok ki kétszer egy órában. Az a biztos. Az a baj, hogy a lógósok a legnagyobb szarkeverők, írja nekünk egy hallgatónk. Így a főnök azzal díjazza, hogy nem foglalkozik a munkájával, és mindent elnéz neki. Aki meg dolgozik rendesen, azt meg kirúgják. Dolgoztam olyan helyen, ahol ilyen miatt három olyan embert is kirúgtak, aki tényleg elvégezte a munkáját, mert közben nem kevert szart, írja egy hallgató. Aha. Igen, a lógósok azok sokszor tényleg valóban kevernek közben, nem? Tehát, hogy amíg kimész, amit tudom én a kis szünetedre, addig azt a főnökkel töltöd el, és akkor szépen puncsolsz neki, hogy trécselsz, jaj, megint, dumálsz, figyelj, megcsináltuk. Igen, a cigaretta szünetek 50%-a szól a cigarettáról. Az a plusz 50 az infoszerzés, a kavarás, az áztatás, a kibeszélés. Áztatás. Nem így van? Hát ez csak egy biológiai szükséglet a cigik közben. Van, aki azért dohányzik, és azért szokott rá, hogy ott legyen a tutiban. Ez ismerünk ilyet, így van. Nálunk is van ilyen, aki egyébként nem dohányzott, de rászokott azért, hogy halljon minden információt, ami dohányzás közben áramlik. Nehogy kimaradj valamiből. Nehogy kimaradjon valamiből. És még kamu cigivel megy ki? Nem, hát rászokott. Elkezdi rágni a végét. Egy cigirágónak. Igen. Nálunk van olyan kolléga, aki minden telefonálással elmegy sétálni, napi 3 kilométer gyalogol minimum. Igen, hogy ne hallják mások, mert hogy ugye nyilván nem hivatali ügyet intézel, hanem magánügyet, és akkor ott kell hagynod a gépet, mert ha mi ülünk ugye 4-en egy asztalnál, mindenki dolgozik, én felveszem a telefont, ha magánügy, akkor nyilván nem maradsz itt, hanem elindul szépen, és akkor addig se dolgozol. Ugye, csak azon gondolkodom, hogyha például most egy picit visszakanyarod az eredeti felvetéshez, ha mondjuk erotikus tartalmak nézése tilos, akkor mi van azokkal például, azok az állami igazgatásban dolgozókkal, vagy mondjuk ilyen titkos szolgálat, vagy ilyen tartalomvizsgáló tevékenységgel foglalkozó cégeknél, ahol ez a feladat, hogy ilyen oldalakat nézegessél. Hogy a nem kívánatos tartalmakat ki tudja szűrni. Ők diagramokat nézegetnek? Náluk az a lógás. Ja, értem, mit mondasz, hogy ahol lehet nézegetni, akkor ott, igen, ott Excel táblázat. Már reggi néz a képernyőn! Nem szígyeled magad! Igen, különböző statisztikákat nézegetnek. Igen, és statisztikákat nézeget munkaidő. Igen. A víztisztító nem dohányzó cégnél egy termelés kiszolgáló targoncás egy műszakban kb. 15 alkalommal jár ki a veszélyes hulladéktárolóba facebookozni és cigarettázni. Janek küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek azért sokan lógnak az országban. Nem? Sok a lógó. Hát a Zuckerberg egész nap facebookozik. Igen. Igen. Azt mondja, hogy van. Pihenésképpen kirakózni szoktam a neten. Mindezt olyan elmélyült arccal, mintha a világ legbonyolultabb programozási problémáját igyekezném megoldani. Ez mi ez a kirakózás? Ez milyen játék ez? Hát gondolom, ilyen puzzle, nem? Valami olyasmi lehet, igen. Csak ha észreveszi a főnök, akkor ő is kirakózik. Államigazgatásban dolgozom, azt írja valaki. 8 órától 10 óráig büfé, 10 órától 14 óráig ebéd, 14-15 siesta, 16-ig munka, 16 óra után felveszi a telefont és azzal kezdi, hogy itt milyen fennforgás van, kész őrület. A munkahőse, köszönjük szépen. Lógos vagyok, Excelben csináltam torpedójátékot és megvertem magam. Nem, ez nem lógás, szerintem ez egy ilyen elmefrissítő játék. Na jól van, hát vannak nagy lógósok, igen, köszönjük szépen az SMS-eket. Kell ez, gyerekek? Nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Jól van, oké, köszönjük, hogy írtatok, mi pedig megyünk tovább. Hármasugrást játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Hello, szevasztok. Hello, Karcsi. Honnan hívsz minket, Karcsi? Hát, vidékről. Most jelenleg Veszprémben vagyok. Mit csinálsz? Hát, dolgozom. Aha, a kérdőjellel, hallod, hogy dolgozom? Kávécigi meg volt már? Hát, szerencsére nem cigizem. A kávét meg csak munkahelyet. Nagyon rossz szokás. Csak munkahelyed, ugye. Helyes, jól van. Menjünk akkor, belevágjunk? Hajrá. Na, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik testrészen viselik a kapcát?
lábon. Nagyon szép internetes megfejtés, így van. Van egy kis segítsége, hogy hallom? Hát rajta vagyok. Vagyunk egy páran. Vagyunk egy páran, meg van egy számítógép, ahogy hallom, ugye? Á, dehogy is. Ne kamúzzál, legalább ismerd be, ne legyél, olyan hallottam, hogy ütöd a kaviatúrát, de hogy nem csak én hallottam, hanem mindenki hallottam. A mai világban? Nem tiltott, persze nem tiltott. Jól van, szóval internetet használsz. Uh-huh. Akkor kicsit gyorsabbak leszünk a következőnél, jó? Mehet? Oké. Okay. Nyitva a Google-i? Na, gyakorlatilag. Igen. Gyakorlatilag na, nyitva. Ropogtasd ki még az ujjaidat gyorsan. Figyelj. Így szól a második kérdés dedikált egér alátétél. Melyik földrész legdélebbi pontja a Hornfok? Na most csak azért sem fogom használni. Na, van benne betyárbecsület. Van hát, benne, mert a Hornra rögtön a Gyulát dobta ki is. Nem, ezért fogom elbukni. Nem. Ne csinál. Hornfok, hát nem olyan nehéz. Földrésznek a legdélebbi pontja, melyik lehet ez? Dél-Amerika? Olyan, hey! Látod? Tudsz te halkan is ütni klaviatúra. Igen. Most csak azért, csak azért sem fogom használni. Becsapós, mert azt hittem, hogy be akartok rántani Afrikába, ha már ott vagytok, de az a jó reménység foga. Ha jól tudom. Na. Látom, és több oldalt is sikerült megnézni, jól van. És milyen becsületes voltál, hogy most direkt nem használtad az internetet, hiszen vagytok ott egy páran, használhatja más is. Vagy azért mondtad, hogy nem használod az internetet, hogy könyv halkabban tud leütni, úgy egy viszont egy kicsit lassan. Ja, nem, most komolyan nem használtam. Most komolyan. Nagyon, na ezt értékeljük. Jól van, menjünk tovább, vagy megtartod a fixet és elviszed, vagy kockáztatsz, és megpróbálod megfejteni a harmadik kérdést. Mi a harmadik italom? Dedikált óra. Morning show óra, egy kis konzervdoboz, lába van, föl lehet akasztani, nagyon kis. Így van. Egyszer élünk. Hogy szóljon. Így szól a harmadik kérdés dedikált morning show óráért. Hogy hívják Vuk nagybátyját a Fekete István regényben? Így van. Nem, jaj, hiszem, itt kell itt hatakolni. Komolyan, ki azt összeheti kérdést volt? Ne, azt hiszed. Kicsit beszóltak neked, mindegy. Igen, de tényleg nem volt túlságosan nehéz. Megvan az ajándékcsomag dedikálva, gratulálunk, ügyes vagy. Jó van. Ja, egyébként csak így a témához hozzászólva, az aknakeresőt nem lesz szólni, az egy nagyon jó játék. Nem, egyébként. Mondtuk, nem szóltuk na. Le. Hát azért olyasmi felhangja volt, na mindegy. De egyébként, de hogyha az ember eljut kedvenc? Arra a szintre, az ember eljut arra a szintre, hogy már gondolkoznia kell egy kérdésen, akkor abban már nem lesz rekord. Tehát ennek már automatikusan kell menni, el kell jutni odáig. Már az aknakeresőről mondod, hogy sietik el időre, ugye? Aha. Hát igen, hogyha az ember már rekordot akart dönteni, akkor már ránézésre tudni kell, hogy abból a 3-4 egymás melletti számból ott hol van az akna. Abból már tudni kell. Aha. Hát le akkor ennek nagyobb mélységei vannak. Nyilván a munkáltatód is nagyon örül ennek. Mit szól a főnök? Mit szól a főnök, hogy ennyit dolgozol? Vagy hogy ennyit készül az aknakeresőről? Hát mivel ő nem szokta nézni a rekordokat, ő nagyon jó véleménye van szerintem róla. Na jó, hát akkor nem hallgatja végig ezt a beszélgetést. Köszi a játékot, ügyes voltál, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Oké, köszi szépen. Karcsi, köszi, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc múlva pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 9 óra múlt 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, ott vagytok messze tőlünk. Vagy és mi mégis vagyunk közel. Tőle? Vagy mi vagyunk inkább messze tőletek, így van. Oly távol. Tőlem, és mégis közel. Ó, de szeretem. Így van. De szép. Jézus Krisztus, szupersztár, de jó. Imádom én, és kőmeskelem a rokba. Ilyet megírják, hogy nem Istvánok király, ha nem, de annyira ostobák vagytok. Humor volt István a király. Igen, köszönjük szépen. Szóval, jaj gyerekek, hát olyan érdekes innen távol Dél-Afrikából közlekedési híreket olvasni mindig, hogy például a trafi van az M5-ösön a 44-es kilométernél Szeged felé,
hogy egyszerűen kélyes borzongással gondolok arra, hogy mi lehet most Magyarországon. Egy pár hét múlva már könnyes szemmel fogjuk ezeket beolvasni. Konkrétan. Egyébként igen. Elmehetes. Végre dugó. Az ORFK-nak ez is a célja szerintem. Igen. Bármikor szóba kerülnek a trafik, könnyesek legyenek a szem. Semmivel se törődj, csak azzal, hogy egy hónap múlva még mindig itt vagyunk. Te jó Isten. Így van. Na nézzük a közlekedési híreket. Ahogy mondtam, tehát trafi az M5-ösön a 44-es kilométernél Szeged felé. Aztán az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Ezt buszos Jani küldte. Nekünk Jani, köszönjük szépen. A Lurdi háznál volt egy baleset, és ott van egy kis torlódás, de már egészen jól lehet haladni. Valamint a Hungária kerepesi kereszteződésnél nem működnek a lámpák, káosz az egész közlekedés, ez Csillagvirág üzente nekünk, Csillagvirág drága vagy, hogy elküldted. Káli lehajtó, Nyíregyháza felé szintén van egy trafi, és Újpest előtt az M0-ásnál a híd felé ott is trafiznak. Az ötös bevezetője K.O., hogy miért, azt nem kaptuk meg SMS-ben, csak egy ilyen kis rövid üzenetet, köszönjük szépen. 44-es kilométer M5-ös szintén trafi, és Gyulafirátot sűrű köd, 50 méter a látótávolság, ezt pedig Hege küldte nekünk. Istenem, a Lurdi, csak egy köpésre van a stúdióktól, a régi jó kis stúdióktól, vajon locsolják még a virágaikat? Vajon van még olyan biztonsági őr, aki most hajtalanul köszön vissza? Vajon van még mindig, biztos mindig lehet. Olyan büdös van a vécém? Annyira kácsi! Finom még a rántott sajt a büfében, amilyen ja. Most a félkezetet odaadnád? Ugye? Pénteki tiramisu. Két darab fasírozottért meg tudnék ölni most. Bármelyikőtöket szívesen odadobnám a leopárnak. És azért, valaki azért a forró sortért? Igen, egy fasírozottas zsöblét nekem, komolyan mondom, egy jókai bablövessel, és egy sajtos. És egy baradlai rostérosé. Konkrétan ott tartok, egy sajtos tejfős lángosért, odaadnám a Zsűl ballábát. Így van. Én a jobbat is. Gondolkodás nélkül levágattál a bal lábadat, Zsűl. Egy pillanat alatt. Annyira hiányoznak már a magyar ízek, hogy megőrülök. És ez még csak 10 nap. Hát... Én egy tojásos nokedét kasztráltatnám a Zsűl. Szóval, hogy tényleg hogy tud az embernek hiányozni egy idő után egy csomó minden, nem? Egyszerű dolgok pedig. Igen. Nem bonyolult. Süssünk lángost estére. Ha? Na? Volt valamilyen dal. Igen, ez valami. Most énekelsz valamit magadban, vagy csak hangosan gondolkodtál? Azt ígérted, hogy főzöl valamit. Mi van? Nem, persze, krügerezel, meg kanyonozol. Gyerekek, ki kell élvezni a lehetőségeket, majd a végén valamit, a kis zacskókat nektek lefagyasztva étellel, azt itt pénteken itt hagyjuk. Valami pénteken csinálhatná. Berakjuk a mélyhűtőbe, minden nap előveszünk, kélyes borzongással kiolvasztjuk, felmelegítjük a mikróban. Na, legalább egy jó csirkepörköltet üsse már össze. Jó, megcsinálom. Jó, valami lekéreckedünk. Ennyire szörnyű érzés ez a honvágy. Van veres hagyma. De nem így van, hogy te így. Hát te egy hete sárgarépet teszel kardióra. Így van. Egyetlen jó dolog van itt, amit felfedeztem így magamnak, az pedig a sütőtök. Mert hogy ők ilyen köret jelleggel fogyasztják. Tehát nem úgy van, mint nálunk, hogy mit tudom én, akkor megveszed télen három szelet, és akkor csak ilyen tradícióápolás szempontja, tudod, mert hogyan jó, meg a gyerekkel csinálod. Mégiscsak is. Nem, itt állandóan van köretnek. Na, ez jó. De már azt is mondom, hogy látom. Meg a zsíros kenyeret akarok enni lilahagymával. Na, az van, azt én csinálok neked. Hívjátok fel a Dárdait, írja nekünk valaki. Mert mi? Gratuláljunk az 1-1-hez. 48 éve nem lőttünk gólt, vagy nem volt döntet. Olyan statisztikákat találok a magyar válogatottról, gyerekek, hogy gratuláljunk a Dárdainak, most az Ákostól is hallottam, döbbenet, nagyon leestem a székről, ilyen statisztikáink vannak. 48 éve vagy nem rúgtunk gólt, vagy nem játszottunk döntetlent, vagy nem nyertünk. 48 éve. Ilyen statisztikák vannak a magyar futballal kapcsolatban. Uh-huh. Ezek után egy holnap rácsöröketnénk, gyerekek, ez az 1-1, ez most egy komoly eredmény. Jó. Mondjuk meg neki, nem értem, hogy ő ezt az egészet miért vállalt, ezt is megkérdezném tőle, de egyébként ez az 1-1 egy szép eredmény. Igen. Komolyan mondom, szép eredmény. Mi Ferivel idősebbek vagyunk nála, úgyhogy nyugodtan tegezhetnénk, és azt mondanak, hogy Pali, a csúcson kell a bajni. Itt most állj meg. Ebből még Pali nem lesz baj. Nem most valami Feröer-szigetek jön, vagy micsoda, a háthalt végünk. Is. Ilyen nagy már Európa, hogy ők is játszanak? Most jön a Feröer-szigetek? Aztán meg valaki azt írta itt reggel a hallgatók közül. Hát, nem irigylem magunkat. Nehéz meccs lesz. Gyerekek, azért a Zsuzsák szép gólt lőtt. A szép. Lőtt már. Állítólag rengeteg balhé volt, verekedés volt,
Hát nagyon okosan magyar szurkolókat. Igen, az is. Komoly dolgok történtek. De hogy már csak egy ilyen negatív része a dolognak, hogy a magyar szurkolók kifelé, hogy mentek az egyik, őknek már sikerült a saját ujját lerobbantani egy petárdával. Tehát, hogy én értem, hogy nem... Ez nem volt komoly. A vonaton kifelé, vagy hol? Igen. Mentek ki, gondolom az ablakból kidobott petárdázás régi népi hagyományát akarta feleleveníteni, és valamelyik ujja ott maradt ebben a balhéban. Én ezt mindig elmondom, hogy nem értem a foci szurkolókat, a drukkereket, akik ennyire oda van. Szóval, hogy azt értem, hogy lehet szeretni egy csapatot, meg kell is, persze, meg ez a magyar nemzeti válogatott, és menjetek, szurkoljatok, és tök jó. De hogy azért hülyének nem kell lenni, nem? Hát azt tudod, hogy begyújtod a petárdát, ha az robban, és nem dobod el, abból baj lesz. Hát abból egy idő után baj van, igen. 46 embert kellett ellátni, 12 kórházba, végtag bordatörés, zúzódás, tehát konkrétan valami káj, nem? Egyébként csak egyetlen magyar volt, a többi az mind román szurk, mint ezek egymást verték. Igen, képzeld el, az volt. Azt, ahol olvasod ezt a hírt, az egy magyar hírportál. Valószínűleg a román hírportálon megfordulnak az arányok. Nem állítólag, tényleg az volt, hogy a román szurkolók már magyarokkal nem tudtak mit kezdeni, elválaszoltak, és akkor így elkezdték egymást ütni. De ez milyen, hogy a külgazdaság és külügyminiszter pénteken elrendelte a bukaresti nagykövetség teljes készenlétét, valamint megerősített konzuli szolgálatot a szombati román-magyar labdarúgó mérkőzés miatt. Mint egy háborús övezetbe mentünk volna, az ember legyen a talpán, aki ilyen szurkolói vonatra így felül, nem? És kimegy, ahhoz képest egészen jól úsztuk meg akkor a dolgot. A stadionon belül volt incidens, kívül nem is nagyon hallottam, ott belül volt minden. Nagyon szépen elválasztották a két szurkolói tábor bent is egyébként, és megint a Székdarab dobálás című nemzeti sportot vették elő a helyiek, de mivel nagyon messze voltak a magyarok, és nem tudtak odáig dobni, ezért egymást kezdték el verni. De durva. Hát és mi lesz majd a Feröer-szigetek ellen? Ott azt kell figyelni. Tudod, ott az ottani szurkolók milyenek? Hallod? Hú. Ott az összes szigetlakó el fog jönni. Nincsenek túl ultrák. Feröer ultrák. Csak olvastam, az UEFA egyik legszegényebb képességű tagja, eddig nem mi vagyunk, a Feröer-szigetek, soha nem jutott be egyetlen jelentős torna döntőjében sem. Ezeken a parányi szigeteken már a második világháború előtt is játszották a labdarúgást, csak mindig a vízbe rakták, és ezért mindig állt. Figyelj, a szigetek távolság és a füves pályák hiánya miatt csak elvétve került sor nemzetközi tétmérkőzésekre. Figyelj, ez nem most ez nekünk ne jó, röhögjél, nekünk mert ez nem. Ez vészjósló. Ezek mindent bele fognak tud, adni. Igen, aki vízben tud focizni, hallod? Az tud pályán. Ezek az életükért fognak küzdeni, és csak mondom, ezek is vikingavadékok. És egyébként ilyenkor hogy van, hogy kimegy mondjuk az UEFA, és megállapítják, hogy történt a rendbontás a meccsen. És ugye azt mondom, hogy petárdákat dobnak be, nem rendbontás. A hülyék agyonverik egymást, még azzal sincsen nagy baj, tartozzanak bármelyik országhoz, ha kicsik, ők ott szeretik egymást megverni, mert ultrák, és ott agyonverik egymást, nincs baj. De ha elkezdenek énekelni valamit, vagy szídni a bírót, vagy skandálni egy olyan dalt, ami mondjuk ronda. Tehát azt az ember, az UEFA bíró, vagy aki ott van, mint megfigyelő, azt nem érti. Lefordítja. Felveszi ezt, kiviszi, kielemzi, lefordítja, visszamegy, és jön a büntetés, és akkor most kiderül, hogy most akkor lesz-e, mit tudom én, zárt kapus büntetés Bukarestnek, vagy nem lesz zárt kapus büntetés. Hogy van ez? Hát ők ezt nem értik, amit mondanak az UEFA ellenőrök. Hát biztos van helyi UEFA ellenőr. Vagy van egy helyi UEFA ellenőr, aki kivisz magával. Igen. Tehát minden országnak megvan a saját UEFA ellenőre. Ne haragudj a Sanyika, mit énekelnek? Á, semmi. Hagyja csak. Mit énekel? Nem az, anyád, nem az. Dögöljön meg a bíró. Éneklik ezt még románul, és ott áll az UEFA ellenőr, és egy ilyen Google fordítóval ezt, hogy kifordítatja magának, felveszi, elküldi az UEFA központba, mert ha érti, megvan a büntetés, de nem érti, akkor hogy büntetnek? Teljesen jogos. Hogy csinálják ezt? Nem? Hát az értened kell, hogy például elkezdik szídni a bírót, a játékosokat, a magyarokat, bárkit. Vagy azt mondják ellenőrvéten, hogy hajrá, fiúk, mindent bele. Köszönjük a szép játékot. A győzelem és a sportszerűség, így van. Most hallotta? Azt mondták fair play. Igen, szóval, hogy ezzel gondolkoztam nagyon sokat, hogy ez hogy zajlik. Ugye? Ez érdekes dolog. Vagy tényleg ki kell küldeni a felvett szöveget az UEFA központba, és akkor ott szépen kielemzik, majd visszaküldik az UEFA ellenőrnek. De az is jó, a Google fordító, ott áll egy számítógéppel. Ebbe ez azt nézzük csak. Ebbe énekeljen, kérem szépen, ebbe énekeljen. Na mindegy, gyerekek, mi azért büszkék vagyunk a magyar válogatottra, bár egyikünk se ért a focihoz, annak ellenére, hogy ebben az országban szinte mindenki ért a focihoz. A dzsudzságója szép volt, és Dárdai lehet, hogy fölhívjuk holnap, tudunk tőle ebben dolgokat kérdezni. Ebben a stúdióban a kicsit is megbecsüli. Ezt a saját bőrömön tapasztalom minden nap. Igen, felhívhatjuk egyébként.
Na, egy érdekes összesítést csinált az egyik netes oldal, és készítettek egy vicces számítást, és összehasonlították a japán vonatot a MÁV-val, és megpróbálták egy érdekes logaritmus alapján kiszámítani, hogy körülbelül, ha a fejlődési ütemet nézik a japán vonatnál és a magyar vonatnál, akkor mikor lesz esélye a magyar MÁV-val közlekedőknek, a magyar MÁV-val utazóknak arra, hogy ugyanolyan színvonalon utazzanak, mint például Japánban, akik a japán állami vasutat veszik igénybe. Hát, az összesítés egyébként nagyon érdekes, és sok jó adat van a japán, illetve a magyar vasútról, késések szempontjából is megdöbbentő adatokat. Ez akkor lesz majd, amikor újra festik a nevemet, a kövemet. A sírkövemet. Nem. Mikor már újra? Igen. Mondom, tippeljünk. Én olyan, tehát a mostani japán állapotot szerintem el lehet érni mondjuk 40 év, 2060. Uh-huh. 2064 körül. Akkor ők már mondjuk nem itt lesznek, tehát akkor ők már nagyon elő lesznek, de szerintem amit most ott tudnak, az biztos, hogy 40 év alatt meg lehet csinálni. Na mire gondolsz a tömeges harakit? Nem a sebességre és a pontosságra. Tehát arra gondolsz, hogy 40 év múlva a MÁV olyan állapotban lesz, mint most a japán állami vasút? Szerintem annyi kell neki. Igen? Aha, szerintem annyi kell. Érdekesen számoltak egyébként, és összeszedtek egy-két érdekes adatot a MÁV-ról, illetve a japán állami vasútról. Nem akarom azok szívébe a tört forgatni, akik egyébként minden reggel ott állnak mondjuk a Szobbác vonalon, és napi fél órás késésre úgy tekintenek, hogy javár itt van, még azt hittem tudok inni egy kávét, de jó, ma csak fél órát késik a MÁV, de hihetetlen a kettő összehasonlítása. Tehát emberi léptékkel, magyar fejjel szinte felfoghatatlan. Már a Szújó egyszer betelefonált, ugye beszéltünk néhány percig a japán vasútról, de itt is érdekes adatok vannak. Miért mondod, hogy de hogy is? Hogy hát figyelj, hogyha azt mondjuk, hogy 40 év, akkor legalább adsz nekik egy jövőképet. Hogy a gyerekeik pontosan bejegyek majd. A fényt az alagút végén, érted? Hogy legalább valami fejlődés lesz valamikor. De hát ez a 40 év szerintem úgy következhetne be esetleg, hogyha a japán állami vasútokra mostantól kezdve nem költenének semmit. Na azért mondtam, hogy a mostani állapotát fogjuk elérni 40 év. Annyira jó lenne egy jó lerokkant japán vonat itt nálunk. Átvenni. Igen. De miért, mit mond a kutatás, mikorra lesz olyan, mint ott? Tulajdonképpen csak a vége szól erről, igazából addig csak összehasonlítják a két vonatot, és megnézik a gyorsulást. Na csak egy-két adat, hogy milyen vonatokon utaznak a japánok. Érdekes maga a cikk egyébként. Azt írja, hogy minden egyes Shinkansennek az elektromos motorját egyébként egy 22.000 lóerős kis szerelvény húzza, ezzel 3 perc alatt gyorsul 270-es tempóra álló helyzetből. Szépen lassan, egyébként nem is egy erős gyorsulás, 270-re felgyorsul. És itt sem tudják magukat kifutni a szerelvények, áll ebben a cikkben, mert hogy a legtöbb vonalon biztonsági okokból 270-300 kilométerre limitálják a sebességet. Tehát ő tudna gyorsabban menni. A teszteken 400 feletti tempót is mennek ezek a vonatok. Tehát most, akik éppen ott zötyögnek a MÁV-on, tényleg ne kapcsoljanak el, de hogy megdöbbentő. 400-at tudsz menni Békés Csaba Budapest, ami most 3,5 óra, az fél óra. Az fél óra lenne körülbelül, igen. Tokiói pályaudvar, csak milyen forgalmat bonyolítanak, itt is van egy összehasonlítás a nyugati pályaudvarra. Ez egy elég forgalmas vasútállomás, napi 400 000 utasával, a nyugati pályaudvar 50 000-et szolgál ki egyébként. Összesen 5 peronon dolgoznak, tehát nincs más egy-egy ilyen nagyobb pályaudvaron. Ide pontosan 12 percen belül, vagy 12 percenként futnak be és indulnak a járatok. Az utasoknak kereken 5 percük van le is felszállni, és itt jön egy érdekes adat, hogy spontán sorok képződnek, azt hiszed te laikusként, európaiként, hogy spontán sorok, viszont van egy felirat a peronokon, Japánban, ami azt mondta, hogy itt lesz majd az ajtó. Amit így nem előre jelent. Mondja? Igen. Hogy és itt lesz, ott is van? Itt mi? Lesz majd az ajtó, a cikk írója azt írja, hogy centire pontosan megjelenik ott az ajtó. A MÁV-nál ide jön majd a vonat, ha megérkezik. Hát ha oda jön, várjál, hogy ha oda jön. Tehát ide jön majd. Járatok, mindjárt. Fékes, jó, fékes. Azok a rohadt vasúti tínek, és az a rohadt falevél, igen. Született erről egy könyv, erre rákerestem, és 7 percük van egyébként a személyzetnek, hogy kitakarítsák az egész vonatot. 7 perc alatt futnak át. Róluk egyébként írtak könyvet, hogy egy 22 fős takarító kommandó száll föl a vasútra, és 7 perc alatt kitakarítja. Róluk egyébként írtak, egy igazi bestseller lett Japánban, hogy ők hogy dolgoznak, hogy van a munkaleosztás, ki a főnök, mit csinálnak, milyen emberek mennek el dolgozni. Hihetetlen, 7 perc alatt csonttisztára nyalják az egészet. Jó, hát nálunk is vannak olyan kontingensek, amik szintén egyébként a MÁV környékén dolgoznak, és pontosan ugyanennyi idő alatt takarítanak le bármilyen fényvezetéket. Bárhonnan.
Igen, manuálisan vezet a sofőr, az hasonlít az itt az is, ugyanaz, nem? Igen. Az automatika csak segít, és folyamatosan jelzi a sebességhatárt, fékez, ha túllépne egyébként a sofőr, valamint próbálja a sofőrt a késés behozására buzdítani, tehát ha érzékeli, hogy aha, a megállóban valami 3 másodpercet összeszedtek, akkor kicsit gyorsít, hogy a következő megállóra uh-huh, behozza azt, igen, a 3 másodpercet, ezért nem késnek soha. De ez a dolog, ez a funkció, ugye, amikor ugye jelzi a sofőrnek, vagy a mozdonyvezetőnek azt, hogy éppen késésben vannak, ezt csak általában tesztüzemmódban látják, mert nem késnek. Nem késik, igen. A pontos érkezés a vonatvezető felelőssége, nagy rajtuk a teher, hihetetlenül megfizetik őket. A mérnökökével vetekszik kint Japánban a mozdonyvezetőknek a fizetése, írja ez a cikk, mert hogy brutális nagy a felelősség rajtuk. És valószínűleg a tudásuk is vetekszik a mérnökével. Bizony. És még jól lehet csajozni ott, akkor ezek szerint ezzel. Ilyen foglalkozó mozdonyvezető vagyok. Az menő. 500 kilométeres a táv, típustól függően 2,5-3 óra alatt megteszi a vonat egyébként. 17 megálló van, és 1300 utas. Ez a japán rész. Uh-huh. Jön a magyar. Igen, az jó, az a várjuk, bár azt ismerjük. Aha. Aha. Mindeközben Magyarországon írja a cikk szerzője egyébként szellemesen. A MÁV járatai a cég statisztikája szerint 2008 óta összesen 12 millió percet, vagyis 6 év alatt 23 évet késtek. Atya, úristen! 12 millió percet, vagyis 6 év alatt 23 évet késtek. A Magyar Vasút ezzel egész Európában a legpontatlanabbnak számít. A MÁV egyébként úgy nyilatkozott, hogy legkevésbé a vasútársaságon múlik, sokkal inkább külső körülmények, amiben egyébként nyilván van igazság, a külső körülmények sokszor szóba jöhetnek. Japán statisztika a késésekről. Éves átlagban 18 és 36 másodperc között ingadozik a késés. Á, de ez az összvonal. Várj, ez az összvonal. Igen. Az elmúlt 20 években a Shinkansennek átlagos pontossága 18-36 másodperc között ingadozik. Japánban a késést évtizedek óta másodpercben mérjük. Igen, és börtönnel büntet. Igen, és lemond a vasútársaság vezetője, ha megtörténik a késés. Szemben a 12 millió perccel, ami ugye, hát 23 évnek felel meg. Jó munkához idő kell. De melyik a te jó munka a késés? Hova rohanunk, mi ez a kapkodás? Értem. Igen, és akkor itt jön a számítás, hogy mikor leszünk olyanok. Az első magyar vasútvonal, írja a cikk, 1846-ban Pest és Vác között 59 perc alatt döcögött. Azóta ez javult? Nem. Nézd meg a dátumot. 1846, Pest-Vác 59. Ha most valaki meg tudja nekünk írni, mert vonattal közlekedik, írja már meg, hogy egy Pest-Vác körülbelül mennyi idő. Hát késéssel vagy késés nélkül? Nem, ez 59 perc, ha nem késik a vonat. Aha. Mindegy, hogyha késik, maga beállni a megálló. Igen, tehát a késéssel bármennyi benne van. Most mennyi egy Pest-Vác? De jó lenne ezt valaki elküldeni nekünk. 1846-ban 59 perc volt. Itt benne van a cikkben, hogy elvileg mennyi. 33 kilométeres a táv, ez egy gyorsított útvonal. A zónázó vonat 28 perc alatt futja be. Ebből azt mondják, hogy a MÁV 168 év alatt 2,1-szeres gyorsulást mutatott be. Aha. Érted? Tehát 1846-ban 59 perc, most 2014-ben 28 perc, tehát 2,1-szeres gyorsulás. De gyorsabb. De gyorsabb, igen. Na. Tehát akkor mondjuk 50 év múlva, azt ugye fél idővel kell számolni, még egyet tudnak rajta gyorsítani, akkor 28-ból 14 perc lesz. Igen. Felezed. Most 45 perc. Tehát a 28 perc akkor nem jó. 1846-ban 59, most nézi a Zsula menetidőt, most 45 perc. Na, késést nézed? Ja, ez csak a Budapest Vác. Jó. Tehát 150 év alatt lehoztunk 10 percet. Nem, de gyorsabb. De jó, érted. Jó, nézzük a jó, igen. Tehát lehoztunk akkor 10 percet 150 év alatt. A Hikari Shinkansen egy ehhez hasonló hosszúságú vonalon, Osaka és Kyoto között, 13 perc alatt ér végig, ez kerek 180 km/órás átlagsebesség. Aha. Ennek az eléréséhez, írja a cikk, további 2,55-szörös gyorsulást kellett produkálnia a Váci gyorsnak, vagy kellene produkálnia. Amit eddig 140 év alatt csinált. Ami a logaritmus alapján 212 év jön ki. Tehát a MÁV 2240-ben lesz olyan, mint most a japán gyors vonat. Na, akkor én a 2060-ban. Lesz. Felfoghatatlanak ezek a számok egyébként. Nem tudod, emberi agyal nem tudod feldolgozni. Tehát más a rendszer, amiben élsz, máshogy vagy szocializálva, nem ehhez vagy hozzászok. Ez nem érted. Mi azért nem csináljuk ezt az ilyen rövid távon, mert érted, úgy se lehet fölgyúsulni 30 kilométeren. Mi a francnak, nem?
most a Vác Budapest, ugye? Az most egy 30 kilométeres táv. Úgy csatott fölhúzni 180. Beleposztolnának abban a sebességben. Nem kell. Nem kell, jó ez így. Nem. Tehát 2226, igen, ez jön ki. Mivel reménykedted, hogy ez még téged érinteni fog? Engem. Vagy te még itt fölülsz Budapesten, és elmész Békés Csabára? Hát én inkább ringával megyek. Hogy úgy, hogy mit tudom, nem is tudsz internetezni? Hát ez minket már gyerekek nem fog érinteni. Nem. Semmilyen. Egyáltalán nem. Hagyjuk is a francba a témát. De hát, hogy az a baj, hogy ebben az országban gyakorlatilag senkit nem fog érinteni. De nem. Az unoka és az unokáid? A leszármazottaikat majd igen. Ja, nem. Jó, figyeljetek, akkor nem tudom, akkor készíts egy ilyen időkapszulát, jó? Igen, nagyon sokan írják, hogy azért nem jó ez a kutatás, mert hogy nem zárt pályán közlekednek a vonatok, ebben van igazság. Így van. Tényleg, amit a Csabi is mondott, hogy Franciaországban, nagyon sok ilyen Hollandiában, Japánban nem keresztezi ugye a vasúti átjáró az autó, közutat. A közutat. Nincsen, az egy számukra teljesen értelmezhetetlen dolog. És a cseresznyefáknak a levelesebb akadályozza annyira forgalmat, mint nálunk a mindenféle őshonos fajak. De csak megnézzük, hogy hány felüljárót vagy aluljárót kellene építeni. Igen. Ugye? Hát akkor ezzel már el is ment az időt, 2200-ig. De a japán cseresznyének a levele tényleg nem csúszik. Pontosan így van. Azon gondolkozom, hogy ha lehetne bármilyen újítást kérni a munkahelyemen 2226-ra, hogy milyen újításokat tudnék elképzelni? A mi munkahelyünkön? Bármilyen munkahelyen, igen. Uh-huh. Tehát mi az az újítás, amit a 200 év alatt mondjuk magadnak szívesen megugranál? Hát egy ilyen szellőző a férfi klotyóban. Én is erre gondoltam. Az nem állt. Én úgy érzem, hogy én ott meg is lennék. Én megmondom őszintén. Szeretem benned, hogy túl sokat akar. Figyeljetek, srácok, én megelégszem ennyivel. Az érdekel már egy pár szarkalább meg ránc gyűlt az arcomra miatt, hogy bementem, és nem tudtam bemenni. De miért nem használod a női budit, ahogy én egyébként? Miért nem használod a női budit? Hát, mert úri ember, hát most ott valaki bekopog és kiszól azért férfi hangon. Azért, mert ott mindig te szarsz. Te szemétállat. Soha. Nem csinálok olyat. Akár hányszor oda megyek, mindig bekopog. Ja, foglal. Igen. Te vagy az Bari. Nem hiszem el, hogy már megint. Soha nem megyek. Na, soha. Tudom. Én inkább bélcsavarodást kapok, de hazamegyek. Hogy rám de nem pisilni, fog... ott pisilsz. Igen, de hogy rám nem fogod rám nyitni az ajtót, miközben ott gittelek, az biztos. Én inkább folyjon ki a szemem. Aha, komolyan. Nem, nekem az egy szeánsz, én azt hazaviszem. Igazából én azt érzem már, nekem hogy... az egy szertartás, de én nem. Hogy nem. Lassan már érted, csöbörből vödörbe, mert hogy a múltkor láttam, amikor a Roli kijött a női vécét, na ott mondtam le erről a dologról. Tehát, hogy azt is elveszítettük. Az utolsó mencsvárunk, az utolsó erődünk, az utolsó várunk, az utolsó torony is ledölt. Roli kijött a női vécéből. Sokan járnak oda. Nézzünk egy-két SMS-t. 20 évvel ezelőtt egy 50 kilométeres táv, kb. 15 megállóval, azt mondjam, micsoda itt van, 15 megálló, 50 perc alatt tettük meg, most ugyanezen a távon, zónázóval, azaz 4 megálló érintésével ugyanez az idő. Elgondolkodtató egyébként, írja egy hallgató, igen. Gyerekek, most építik a pályákat a 120-as tempóra, messze vagyunk még a 300-tól. Nyilván nem lehet összehasonlítani, persze, nem is akarjuk összehasonlítani, hogy? Csak eljátszottunk a gondolattal, a cikk egyébként nagyon jó. De mit történik 130-nál? Most csak így, hogy mi az, hogy 120-as tempóra építik a pályát? Hát, hogy olyan állapotba hozzák a sineket, ugye nem a 121-nél már görbülni kell? Nem. Hát ugye baleset veszélyes lesz, tehát, hogy ugye nem a mozdony nem tudja a sebességet, hanem a sinek állapota miatt nem tudsz gyorsabban, tehát ahol 30-al megy a vonatot, nem a mozdony miatt megy 30-al, hanem olyan állapotban vannak a sinek, hogy kint vannak a mozdonyvezetőknek a táblák, hogy ugyanúgy, ahogy rossz állapotú az út, ugyanúgy rossz állapotú a sín, és azért kell visszalassítani 30-ra. És ennek mi az oka pontosan, nem tudom, hogy följön a talpa, a görbe a sín van, menne egy nem tudom. Meleg van, hideg van, de hogy a sinek nincsenek jó állapotban a vonat, igen. Bírnának többet. Vagy úgy csinálják, mint a Tiszának a szabályozás, hogy levágják a kanyarokat? Igen. Mert a sok kanyar miatt. Ami te vagy a lexikális tudásod, neked a legnagyobb, hogy 1846-ban mivel mentek ezek a vonatok? Azok már gőz vonatok voltak, hogy befogtak elé még két szamarat, meg gőzzel, egy tevét? Tehát az már akkor gőzzel ment. Persze. Uh-huh. Ezek gőzgépek voltak. Na de meg hajtották jobb a gőzgép, mint az elektromos, azt mondod? 1846, 10 percet hoztunk le az időből. Na de az milyen 160 év alatt 10 perccel lett rövidebb ez az út. Ez van. Hát figyeljetek, ez haladás. És örüljél neki, haladás. Mert most ez lehetne már több is. Igen. Széchenyi ezt vizionálta annak idén. Ez a haladás. Mondjad? 45 perc a személy. És a gyors? 47. Na, lement. Akkor megvan a 28. Akkor na, tessék. Az jó. Na, akkor lefeleztük. Ez a gyors. Akkor lefeleztük, gyerekek. Hopp, egy megálló. A kutya pályán. Elmaradt. Mi
pénzt a rohadékon, ott a masinisztát. Bocsász! De jó lenne már így menne egyébként, igen. Jaj. Hm. Hát ez érdekes. Jó, jó ez a cikk. Egyébként. Igen, igen, feldobja az ember. Aha, tényleg. Tényleg? Komolyan mondom, hogy, hogy ha engem kineveznének, és mondjuk a MÁV kommunikációs igazgatója lennék. Már most azt is, neked igen, nem elég igen. Az összes többi poszt? Az első intézkedésem az lenne, hogy berendelném a menetrendeket. Én ezt sokszor hangsúlyozom, de higgyétek el, a múltkor is mondtam, nem kaptatok rá. Berendelném az összes menetrendet, és meggyújtanám a menetidőt. Ugye megnyújtanád. Aha. Tehát azt mondanád, hogy a Vác Budapest az 1 óra 50 perc. Így van. És 28 perc alatt ott vagy. Hogy örülnek? Ha ott vagyok, örülsz, állj ki előbb. Nem így van? Hát miért írnak be egy 40 perces menetidőt, amikor tudják, hogy 60? Miért nem írják be? Hát ugyanúgy, mint jön a troli, 18 óra 7-kor jön, 18 óra 27-kor. Látom, hogy mikor ér be mondjuk a nyugatiba, és nem azt írom, hogy 18 óra 7, hát rohadjak meg, tudom, hogy úgy se ér oda 18 óra 7-re. Beírom a 18 óra 43-at. És ott van a vonat 18 óra 43-ra. Mi történik? Mit lát az utas? Pontos. Hogy pontosan érkezik a vonat. Mi történik? Nincs késés. 23 millió másodperc, lefeleződik, harmalodolódik, negyedeledik, és vége van. Szerintem ott követed el a hibát, hogy, hogy egy túlságosan költséges dolgot vízionáltál. Megnyújtom a menetidőt. Sokkal, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mindegyik menetrendnek, ott egy MÁV menetrend, e fölé azt írnak, hogy Benedek-Elek, 2. MÁV menetre. Innentől kezdve érted, az emberek nem vennék komolyan a dolgot, örülnének neki, hogyha megtörténne, tényleg odaérnek, de egyébként látnák, hogy ez egy mesekönyv. Igen, de nem jó megoldás? Jó, tényleg. Nem jó. Érsz oda időben, nyújtsd meg a menetidőt. Félsz attól, hogy nem vagy ott időben? Húzz a menetidőn. Mindenki boldog, odaérsz. Te aha, utasként, sőt, még van, hogy fele idő alatt ott vagy. Te utasként tudod, hogy nem kell kimenned 18 óra 10-re, mert a büdös életben nem lesz vonat. Lehajthatod, vagy ráhajthatod a fejedet a sírre, adhatsz füstjeleket, semmi nem jön arra. Állj ki 18 óra 44-kor. Náluk azért, hogy... És ott lesz a vonat 18 óra 47-re. Hát nem, nem jó megoldás? Így van. Hát nálunk Hegyesfül az Indián elaludna a sírek. Igen. Na jó van. Érdekes cikk egyébként. Legalább jó ezt olvasni, hogy náluk így megy. Aha. Nem? Az ember szájtát van. Ha japán állampolgár vagy, akkor jó olvas. Nekik is biztos megvan a saját gondjuk, csak nekik nem a MÁV-val, hanem más valamivel, érted? Uh-huh. Hát nem lehet minden tökéletes. De miért? De az, hogy túl nagyot álmodunk. Nincs ilyen, hogy mit tudom én, a román állami vasutakkal vagyunk össze hasonlítva, vagy esetleg... Állítólag jön. Nyilván itt a legszuperebben hasonlítottak össze bennünket. Egyébként a fotókat érdemes megnézni, írja még a cikk, hogy azért egy hegyes az orruk, mert hogy a jégmadárról mintázták, mert a jégmadár, hogy repül befelé, ugye kevés a légellenállás, és amikor bemegy az alagútba ez a sinkanzen, vagy az alagutakba, akkor tolja maga előtt a levegőt, és ez a csúcsos orr, ez úgy van kialakítva, hogy ugye folyamatosan tolja maga előtt a levegőt, hogy azt se lassítsa, és a jégmadárról mintázták az órát, mert amikor zuhan, az is valami ilyen alakot vesz fel. De van jó. Nekünk jégmadarunk? Nincsen. Nincs, de van. Hát akkor, de nem, akkor nekünk puliórúak lesznek. Na, ez az, azért nem tudtuk puliórúna mintázni. Szőrös bordos. Így van, apró, picit, de annál nagyobb a pofája. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 3:10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Érdekes témát találtunk 7 óra után, mert hogy... Megint drogos, vagy drogfutárt kaptak el Ferihegyen. Kapszulás gyomrút. Kapszulás gyomrút, így van, lenyelt 100 darab kapszulát, és arról beszélgettünk, hogy hogy zajlik maga a lenyelés, mikortól figyelnek minket, ki az, aki gyanús, vajon úgy csinálják-e, hogy egy ember gyanúsan viselkedik, közben átviszik a nagy szállítmányt. Mi van, ha késik a gép, és te még valahol Hollandiában lenyeled ezt a kapszulát, aztán mondja a fapados, hogy 3 óra késés. Hogy kell nem gyanúsan viselkedni? Mi van, ha a megfogott utasnál nem találnak semmit, hogy viszik tovább CT-re? Ugye felhívtuk a mi szakértőnket, Mr. Schullert. És, Herr Schuller. Herr Schuller, így van. Aki elmondta nekünk, hogy hát igen, nem egyszerű őket átvágni, és a nap nagyon figyel, onnantól kezdve, hogy valaki már idegesen viselkedik, mikor várad úgy ott a váróban, hogy megkapja a csomagot, azonnal kiszúrják, megfogják, és elviszik akár egy CT vizsgálatra is. Próbáltuk az esetet boncolgatni és kitalálni, hogy vajon hogy zajlik egy ilyen vizsgálat, mitől leszünk gyanúsak,
a reptéren vagyunk. De hát nem így is van. Az a lényeg, hanem hogy próbáltátok lenyomni a torkukon azt, hogy szombaton én utazom haza, és nem, akkor viszont szedjenek szét. Rosszul érzed ezt a dolgot, Balázs, csak egy hatalmas terhet próbált meg levenni a válladra, hogy ne idegeskedjél. Így is tehát elkapnak. Így biztos legyen. Mi? Schuller Attilának, Vám és Jövedéki Szovőnek elmondtuk, hogy szombaton érkezik egy gép Kairóból. Ott lesz majd rajta Rákóczi Ferenc mindenféle lopott afrikai műtárgyakkal. Elefánt koponyákkal, elefánt agyarral, orszarvú agyarral, porformájában, a potenciájára. Így van. Úgyhogy figyeljék a kairói járatot szombaton. De a Gyuláról úgyse fogja senki elhinni, hogy az ott tényleg egy has. Szóval próbáltunk utána járni a mi Attilánknál, hogy ez hogy zajlik. Valamint, hát János újra beengedett minket kicsit a szobájába, és Sácsom. Mindig örömmel tartunk egyfajta virtuális sétát János szobájában, ami tökéletesen ellentéte az én szobámnak. Mert hogy János most főz, vasal, takarít az ő szobájában, oda senkit be nem enged, még a szálloda alkalmazottait se, viszont súrol, tereget és... Rend és fegyelem? Rend van és fegyelem, és lámpákra teregeti az okniát. Ez, túlélés egy szállodában ezzel a címmel fog megjelenni. Könyvem, karácsonyi piac, újdonsága lesz. Vegyétek, vigyétek! Igen. Ma ismételten bemehettünk virtuálisan János szobájába, ahol minket egyfajta tárlatvezetés keretein belül körbevitt és szájtátva hallgattuk, hogy mi történik János szállodai tartózkodása alatt. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Morning Show! Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt. Szevasztok. Annyira szeretném látni egyszer a Jani szobáját. Tudom, hogy nem lehet átköltöztetni a stúdiót, de nem tudta fotókat felrakni a Facebookra? De... Nem, a Facebookra is, és vagyunk Instagramon is, mondom, az egy külön felhasználású, más típusú képek közlésére szolgál. Class FM Morning Show, ott vagyunk az Instagramon. Magyarországon az Instagram nem annyira népszerű, egyébként egy egészen szerethető és kezelhető felület, de ma vagy Jani engedélyével, vagy másoltatok egy behatolsz. Kártyát, és engedélye nélkül behatolunk, de és bevers oda menni. Egészen közeli kép készül. Majd, majd, ha szereztek vizitor papucsokat. Vizitor papucs! Jaj, van nálam két nylon zacskó, odaadom. Esküszöm. Jó. Nincs annál szebb. Annál szebb látvány, mint hogy lefotózom, kicsit megefektezem, és felrakom Instagramra a csilláról lógó fekete zoknikat, amik műszálas telepzoknik. Ugye? Vagy pamut? Nem, mert van szürkés közt. Nincs ennél szebb. Úgyhogy Csabi, keres ránk Instagramon, ott lesz, jó? Hát jó, de hát én megértem, hogy tereget, hát azért láttam hétvégén, egy kicsit megáztatok. Meg. Ide küldtétek meg, a jó időt, nagyon és nem maradott semmi? De 36 fok van, ma már jó idő van, úgyhogy abszolút minden rendben. Feriék barnultak, bejárták egész Dél-Afrikát, nekünk mutattak képeket, hogy érezzük, van külvilág. Úgyhogy ha hazamegy a Feri, csodálatos képeket tud neked mutatni, láttak mindent, amit látni lehet igazából. És még van 4 napuk, itt van a környéken Mozambik és hasonló. Ó, persze, átszaladunk. Úgyhogy van mit nézni. De csak hogy azért ne legyen nagyon gott, amikor belépsz a szobámba, azért vigyáznod kell majd, mert tudod, a műszeres zoknik összedörzsülése miatt tele vannak feszültsége, és megdelejézik a hajadat. Ahogy elmész mellettük, át fog fordulni a fésülés az egyik oldalról a másik. Az nem tud. Az úgy van rögzítve, hogy az nem tud. Hello, Anna, puszi neked. Hello. Láttam a csodálatos képeket, amiket Feriék készítettek, tényleg nagyon klassz helyen, csak irigykedem. Szép helyem voltak. Az a baj, nem csak te irigykedsz, hanem ők is itt ketten, tudod, pedig ők itt vannak. Igen. De neked egy kicsit jobb, mert te azt gondolod, hogy legalább messze vagy, és azért nem láthatod a Krügert. Mi úgy élünk ebben a tudatban, és még úgy fogunk 5 hétig, hogy itt van mellettünk a Krüger, de nem láttuk még, nem. És nem is fogjuk. Úgyhogy... Viszont te biztos nem utaztál hatod magaddal egy terepjáróban, 30 kilométeren keresztül vissza tegnap este, mi meg igen. A csomagtartó. És milyen izgalmas volt, Balázsral egy csomagtartóval utaztunk. Beraktak minket egy csomagtartóba, és úgy jöttünk vissza a táborból, igen. Na, hívjuk a naphallgatóját, jó? Ha mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag. Ha nem mondja, akkor is viselheti ezt a kis címet, a kitüntető címet, viszont ajándékcsomag nélkül. Csabikán, voltál futni? Gyorsan mondj egy mondatot. Képzeld el, ma nem voltam, holnapra halasztottam, mert tegnap kicsit ünnepelgettünk este, úgyhogy majd holnap futok. Na, gratulálunk. Kösz. Morning Show. Az bizony! Sziasztok! Jó reggelt, hello. Hát figyelj, a történetet egészen elképesztő. Nem írtad alá, hogy hívnak? Attila. Attila, hello Attila. Ugye arról beszélgettünk, hogy kinek van a legnagyobb lógós ember a környezetében és a munkahelyén, és hát megdöbbentő történetet írtál. El tudod mondani néhány mondatban, hogy ki volt ez a kolléga, aki ezt csinálta?
Ez nem most volt, ez még az előző munkahelyemen volt. Ez nagyon nagy fokon művelte, sőt továbbfejlesztett odáig, hogy már az utóbbi időben a szélszám röcsögésének a hangját is felvette a telefonjára, és a folyamatosan játszotta. Csak mondjuk el azok kedvéért, akik nem tudják, akik nem tudják, hogy mi ez a történet, hogy ugye leírtad, hogy a kollégát hogy lógott egy autószerelő műhelyben, a történet elképesztő, elmondott, hogy mit csinált? Hát a lényeg az, hogy tehát az autót felemelve, a figura alatt fekszik, a kezét felköltötte egy olyan biztos helyre, mondjuk kipufogó, vagy valami hasonló, ami biztosan tudta a kezét rögzíteni fölfelé, és ez messziről hallálézte az autónak, pontosan úgy nézett ki, mintha őrült módjára dolgozna, és az autó olyan matatna valamivel, valamit éppen szerelne, csak hát itt nem ez történt, hanem ő közben aludt. Zseniális. Nagyon. Zseniális, és ugye írtad, hogy amikor a főnök arra járt, akkor azt látta, hogy ő bent van a kocsi alatt, fönt van a keze, tehát valószínű szerel, de fölszerelte, rögzítette, és finoman aludt. Szenzációs, igen. Igen. Istenre se hashtag nem horkod. Igen, és ehhez még letöltötte a szerelés hangját, és a kettő kombójával pedig megvezette a főnöket. Igen, jó, hát ő csinálta, de te írtad meg nekünk. Igen, te írtad meg nekünk, úgyhogy te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Hát mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, nagyon jó volt. Vigyázzunk, te is. Köszi, ciao, hello, hello. Hogy azért az emberi leleményesség, nem? Fölkötöd a kezedet, és látja a főnök. Azt most ez el tud képzelni, 5 perc múlva nincs benne vér. Véged van. Arszalú, úgyse érzed. Az is igaz. De a sztori nagyon jó. Igen. Csabikám, remek zenéid lesznek? És amilyen mázista vagyok én az autókkal, biztos, hogy oda hordtam az autómat eddig. Vannak... és ő csinálta. Igen. Vannak egyrészt zenék, másrészt egy játékot indítok el ezen a héten, nagyon érdekes lesz, mert hogy Kylie Minogue játékról van szó, ugye nem sokára Magyarországon fog koncertezni. Minden nap egyetlen egy dalt le fogok játszani a kívánságműsorban, egy Kylie dalt. Aki ezt megtalálja, nyerhet páros koncertbelépőt a Kylie koncertre, CD-t, posztert Kylie Minogue-tól, Kylie Minogue-ról. Sőt, van egy fődíj, majd a napi nyertesek között fogom kisorsolni. Aki ezt megnyeri, az egy ilyen meet and greet-re mehet. Találkozhat személyesen Kylie-val. Úgyhogy ezért is érdemes hallgatni a kívánságműsort, másrészt azért, mert jön majd David Guetta és Sam Martinnal, Lovers on the Sun, ezt ajánlom, mint klassláger. Jó? Azt a mindenségét neki. Egyszerre hogy fölkorbácsoltad ezzel a zenével itt a kedélyeket, hallod? Látom, igen, hogy teljesen oda vagytok, munkátok örömetekben. Igen. Csabikám, vigyázz magadra, jó munkát, okay, jó? 555-55-00. Ez a telefonszám, Csabitól itt tudtok dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap